Sziasztok, miatt az adásunk elkezdődne, szeretnénk elmesélni nektek, hogy csatlakoztunk egy kezdeményezéshez, amit a gamekapocs.hu nevű weboldal, a hozzátartozó podcast házigazdája Geri csinált, a Boomer Gamer podcastról beszélek, és már elég sok további podcast csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, amelyben szeretnénk felhívni a figyelmeteket a koronavírus elleni oltásnak a fontosságára. Mindjárt azt is elmesélem, kik csatlakoztak még ehhez a kezdeményezéshez, és természetesen biztos vagy benne, hogy a mi hallgatóink mind rendkívül jó fejemberek, és olyasmiről fogunk beszélni, ami mindenki számára kézenfekvő, de azért egy pár percet szálljunk arra, András, hogy beszéljünk, miért fontos a vakcina. Már csak azért is, mert itt vagyunk decemberben, közelednek az ünnepek, mindenki megy haza a családokhoz. Egyrészt ez rengeteg érintkezés más emberekkel, másrészt meg hát mindenki tudja, hogy a karácsonyi családi találkozók arról szólnak, hogy hogyan kerüljük el az összeveszést a családtagokkal. Szóval biztos mindenkinek van az ismeretség körében olyas valaki, akivel, ha ő maga egyébként nem is oltásszkeptikus, de meg kell vele elkevetlenül is beszélni ezt a témát. Szóval kicsit szeretnénk felhívni a figyelmet az oltás fontosságára, és ezzel talán segítve a boldog, vagy a nyugodt karácsony estéket is. Így van, igen. Hát te egyébként, András, hol tartasz most az oltások? Nekem megvan a harmadik ilyen booster oltásom, az novemberben vettem fel, úgyhogy az nekem ugye két Sputnik oltásom volt még korábban, és akkor arra most egy mRNA-s alapú vakcinát kértem, úgyhogy én most jelenleg itt tartok. Ja. Én is ugyanígy tavasszal Sputnikot kértem, mert azt lehetett a leghamarabb szerezni, és most pedig én is egy Pfizert kaptam harmadiknak, szintén mRNA-s alapút, és egyébként az amerikai CDC, tehát az ottani egészségügyi szervezetnek, az egyik egészségügyi szervezetnek a vezetője, az Anthony Fauci is azt mondta, hogy izraeli adatok alapján, akik egy hónappal előbb jönnek az oltásba, ami mindenki más a világon, megfigyelhető, hogy a harmadik oltásnak a hatása valóban gyengül, tehát pontosabban az első két oltásnak a hatása valóban gyengül, körülbelül 4 hónap, fél év után, és sajnos a delta variáns megjelenésével ez egyre inkább fokozódó probléma, mert az a delta variáns alapból is fertőzőbb, tehát igenis szükség van sajnos a harmadik oltásra. Bizonyára mindenki hallott ilyen sztorikról, hogy de hát megkapta az oltást, és mégis meghalt. Figyelembe kell venni, hogy 2 hét, ameddig az oltásnak egyetlen kifajtódik hatása, és akkor sem 100%-ban vér meg, de azért igen-igen jó eséllyel elkerülhető a halál. Nagyon kevés olyan emberről tudunk, akinek friss volt az oltása, és mégis elhunyt volna. Tehát igen, gyengül az oltás, ezért fontos a booster, de hogyha van booster oltásod, akkor mondjuk karácsonykor már valószínűleg nyugodtan ülhetsz a vacsorához a családi asztalnál. Egyébként rengeteg tévhit kering az oltásokkal kapcsolatban, ami értető, hogy miért szkeptikusak vele kapcsolatban az emberek, hiszen viszonylag hamar készültek el ezek az oltások, de azért fontos vele kapcsolatban, hogy nem 2 év alatt találták fel nulláról, hanem ezek 20 évnyi kutatás eredményei. Maga a koronavírus mint olyan, nem is konkrétan a COVID-19, de egyéb koronavírusok, mint a SARS vírus, azok már ismertek voltak a tudósok számára, és a vakcinákon, amelyek hasonló vírusokat támadnak meg, nagyon-nagyon hasonló vírusokat, már nagyon-nagyon régóta dolgoztak, szóval amit most mi megkaptunk, az nem egy teljesen ismeretlen begyület, amivel még senki nem találkozott, hanem ezek igenis hosszú-hosszú kutatás eredményei. Igen, emellett és a kifejlesztésnek, igazából, a, kifejlesztésnek a tempója, vagyis az, hogy ilyen gyorsan rendelkezésre álltak a vakcinák, az pedig egyrészt ennek köszönhető, másrészt pedig annak, hogy most azért egy olyan mértékű anyagi hátteret is kaptak azok a tudományos cégek, illetve tudósok, akik a fejlesztésben részt vettek, amik általában nem szoktak rendelkezésre állni, tehát hogy ez inkább annak a jele, hogyha rendes és nagyon masszív finanszírozási háttér áll rendelkezésre, akkor sokkal hamarabb is el lehet végezni azt a remek és kiváló munkát, amire máskor gyengébb anyagi feltételek vagy szűkösebb feltételek mellett sokkal több időt vesz igénybe. Tehát ha tanulságot vonunk le belőle, akkor ha egy tanulságot levonunk belőle, akkor ez is lehetne az.
100% egyetértek, ha megvan az anyagi incentíva, megvan a egyszerűen szükséges feltétel, akkor sokkal valószínűbb, hogy hamar elkészül a vírus vakcinálja, mintha nem olyan veszélyes a vírus, és ebből fakadóan nem kap akkor a támogatást anyagi, ez 100% egyetértek. Egyébként meg a másik aggály a vírusokkal kapcsolatban, vagy a vakcinával kapcsolatban mindig az, hogy nem tudod, mi kerül a szervezetbe. Igazából a vírussal pláne nem tudod, hogy mi kerül a szervezetedbe, a vírust se látja az ember, szóval semmivel sem okay. kevésbé veszélyes, hogyha az kerül a szervezetedbe. Plusz igazság szerint a kórházba kerülve már csak sajnálni fogod azt, hogy ezt akkor nem, hogy ezt akkor így gondoltad. Akinek egyébként megvan a két oltása, vagy megvan a három oltása, és attól tart, hogy hogyan fog erről meggyőzni rokonokat, hogyan fog tudni érvelni, hogyan kerül el ezzel kapcsolatos konfliktusokat, érdemes utána olvasni az interneten. Vannak nagyon jó anyagok arról, hogy hogyan érdemes meggyőzni az embereket erről. Vannak érzelmi módszerek, érzelmekre ható módszerek, nem feltétlen az észérvek azok, amik a legerősebben hatnak, de igenis vannak jó meggyőzési módszerek, most már azért jó régóta benne vagyunk ebben, a vakcina ellenesség az nem egy új keletű dolog, szóval ezzel már régóta foglalkoznak kutatók, nem csak kifejezetten a COVID vakcina ellenességgel kapcsolatban vannak ezzel kapcsolatos kutatások, úgyhogy lehet találni jó példákat arra, hogy mivel érdemes érvelni a vakcinák hatékonysága mellett, ha esetleg vannak makacs családtagok vagy ismerősök a körzetetekben, környéketeken. Igen. Ugyanakkor én egyébként azt is még azért, hogy mondjam, át tudom érezni, és meg tudom érteni, és nekem is van benne saját tapasztalatom, hogy milyen érzés ez, amikor az ember úgy érzi, hogy fejjel megy a falnak, vagy hogy bármennyire is döngeti azokat a bizonyos falakat, egyszerűen nem lehet rajta áthatolni. Sajnos jelenleg ez a fajta oltásszkepticizmus, vagy akár oltástagadás, vagy akár COVID-tagadás, az olyan mértékben átszivárgott, és főleg olyan embereknek, akik kevesebbet tájékozódnak, kevesebb forrásból tájékozódnak, könnyebben hagyatkoznak, akár álhírekre, akár olyan Facebookos csoportokra, akár ismerősökre, ahol egy szükebb keresztmetszeten keresztül eljutnak hozzá olyan álhírek vagy információk, amik esetleg olyan érzelmekre tudnak hatni, amiket fel tudnak így erősíteni, és könnyebb így elhinni őket. Szóval, hogy azt is megértem, és az is egy létező dolog, hogy ezek a szkeptikus vélemények olyan mértékben be tudnak tokosodni, hogy igazából mi leszünk rettenetesen agyon frusztrálva attól, amikor 20-szorra a 20. eszközzel is próbálkozunk, és még mindig nem megy. Ezzel együtt én is osztom Péter véleményét, hogy próbálkozni érdemes, de azt mondom, hogy tényleg létezik az a vastagságú betonfal, ami nem tudsz áthatolni. Ami nem lehet már áthatolni, és akkor a mi energiáink és a mi mentális épségünk is veszélybe kerül. Ezt nagyon nem könnyű feloldani, ezzel nagyon nem könnyű megbirkózni. Igen. Így nekünk, akik a tudományban hiszünk, és abban és az bízunk. És bízunk, így van, a hiszünk, az itt nem is a megfelelő szó. És látjuk az eredményeket, és látjuk a statisztikákat, és látjuk azt, hogy mi vezethetne oda, hogy ha nem is tud véget érni ez a koronavírus, de olyan keretek közé lehessen szorítani, ahol közelebb kerülünk ahhoz, hogy a normálisabb életünk visszatérhess. Így van, és hogy ez különösen frusztráló, hogy ez miért nem tud megtörténni, de igen. Igen. Fontos a meggyőzésben az, hogy mindig érdemes egy közös pontról kiindulni, egy olyan közös álláspontról, amiben egyetértettek. Tehát az, hogy mit tudom én, ahogy András fogalmazott, lehet, hogy benne is van kételj a vakcinával kapcsolatban, akkor azzal kell folytatni a gondolatmenetet, hogy de ez a vírus meg 3 havonta mutálódik gyakorlatilag. Itt volt a delta, közeleg az omikron, és lehet, hogy 2 héten belül akkora kitörés lesz, amiről eddig fogalmunk sem volt, hogy lehetséges, és ez még mindig csak a görög ABC-k elős közepén, még rengeteg betű van hátra. Igen. Úgyhogy fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy lehet, hogy vannak ismeretlen tényezők a vakcinával kapcsolatban, de sokkal több az ismeretlen tényező, ami veszélyt jelent a vírussal kapcsolatban. Érdemes mindig az érvre rámenni, ami konkrétan a szkepticizmus kiváltja, és annak arra ráerősíteni, arra a félelemre, csak a vírussal kapcsolatosan. Tehát a vakcinával kapcsolatos félelem általában sokszoros szítható,
a vírussal szemben, a vírussal kapcsolatosan. Tehát érdemes ezekkel próbálkozni, és lehet, hogy tényleg egy ponton el kell engedni, de akkor meg kell próbálni esetleg azzal érvelni, hogy de akkor meg óvd a családtagjaidat, akik ki van a téve egy nagyobb egészségügyi kockázatnak, mert bizonyos életkor fölött már ha vagy ott van, hanem akkor is nagyobb veszélyben vagy, különösen, ha van valami alapbetegséged, ami Magyarországon rengeteg embert érint, mert nagyon sok a túlsúlyos nálunk, rengeteg a cukorbeteg, ezek mind iszonyatosan extrém kockázatforrások a koronavírussal kapcsolatban. Szóval akkor gondoljanak arra az emberek, akik oltásszkeptikusok, hogy mi van a családtagjaikkal, a szeretteikkel. Próbáljatok meg ilyesmivel is érvelni. És tényleg minden meg kell tennünk, hogy nem mutálhasson tovább ez a vírus, mert lassan már ott fogunk tartani, hogy abban sem vagyunk biztosak, hogy a mostani vakcináink kitartanak. Szóval a saját életünk érdekében is nem zárkózhatunk be, hogy mi már be vagyunk oltva, aztán majd túl leszünk rajta valahogy, mert sajnos ameddig igen, nincs elegendő ember beoltva, addig mi is ugyanakkora, vagy egyre nagyobb veszélyben vagyunk. Igen. És szerintem ezzel lezárhatjuk igazából a témát, így is rengeteg időt szántunk rá. Igen, de ezért gondoltuk azt, hogy tényleg ez egy nagyon fontos ilyen társadalmi igen, célú gondolat, ami mögé teljes mértékben be tudunk állni. Nagyon ritkán említünk bármiféle politikai dolgot a podcastban. Én azt gondolom, igen, hogy ez nem egy politikai téma, átpolitizált, de nem politikai téma. Így van. Ezért kimerünk mellette állni, és kimerünk mellette még állni több, mint egy tucat magyar podcast, akikről eddig tudunk, tehát rajtunk kívül a Filmbarátok, a Popkulcsajok, stb., Random Generátor, a 20 perccel a jövőbe, Newsound, Meti Heteor, Connector, Millennial Falcon, és még rengeteg további podcast állt ki, akiket most nem is soroltam még fel, de higgyétek el, hogy bízunk abban, hogy eljutunk ezzel elég sok emberhez, hogy lesz, ha csak egy embert is meggyőzünk, már annak is volt értelme, ha ebben 10 szerepet vállaltok, akkor azt nagyon-nagyon megköszönjük. Így van, és akkor most kezdődhet az adásunk. Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszky Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. Vendégéhez érkezett a vendégévadunk, ez is eljött teljesen hihetetlen, és ez alkalommal Wall Street Ferencet látjuk vendégül. Szia, Feri! Csókolok mindenkit! És ahogyan azt a hallgatóim már bizonyára megszokták, ugye a végére legalábbis reméljük, az a felállás, hogy minden vendégünket két epizódra hívjuk meg az év során. Az első alkalommal egy vakfoltot. Ja, azt hittem, hogy az évvégi felállás az, hogy beáldozzátok az utolsó vendéget. Jó, oké. Feláldozzátok. Rituálisan, igen. És először egy vakfoltot nézünk meg a vendégünkkel, és elkövetkező héten pedig egy kedvenc filmet ő tőle. Úgyhogy most az első alkalommal még egy pótolnivalóval fogunk foglalkozni, amit Feri választott, és akkor áruld el nekünk, meg a hallgatóknak, Feri, hogy mi az, amit választottál, és picit mesélj is róla, hogy miért ezt. A Stanley Kubrick utolsó filmjét választottam, az 1999-es Tágra zárt szemeket, az Eyes Wide Shut-ot, és azért választottam, mert híres, hírhet film, ugye sosem láttam még korábban, és ahhoz, hogy az ember a teljes Kubrick életműhöz úgy cakumpak hozzá tudjon szólni, értelemszerűen ezt is látni kell. Ez alapján azt akkor meg is kérdezném, hogy egyébként hogy állsz a Kubrick életművel? Vannak még hiányosságaid ezen kívül? A korai filmekben esetleg? Igen, a Killinget nem láttam. Pont igen, pont azt képzeld el, azt mi a Vakfoltban pótoltuk idén. Azt a mai napig nem láttam. De aha, az az egy, amit nem láttam. Hát az sokkal könnyedebb műfaj, mint ez a film. A saját előítéleteim áldozata vagyok, mert én annyira nem szeretem a noárt, és
ezért aha. nem néztem meg idáig, de fotóval lesz. Én sem tudom, hogy miért. A saját ízlésbeli irányultságaim alapján szeretnem kellene a noárokat, és mégsem szeretem őket túlságosan. Ja, ez érdekes. Ja, ez igen, érdekes. Igen, de újra csak pótolva lesz. Hát nekem azért még van mit pótolni, ugye a korai filmek között szerintem 2-3 biztos akad, amit nem láttam. Viszont az első vendégeskedés Sed a Vakfolt Podcastban, és egyébként az első vendégség úgy egyáltalán bárki által a Vakfolt Podcastban, az szintén Kubrika kapcsolatos, hiszen veled néztük meg a Barry Lyndont, és azt hiszem az első évadban az volt az első alkalom, hogy valaki vendégeskedett a podcastunkban, ugye András? Igen, igen, abszolút. Na, tök jó. A mai napig az a kedvenc Kubrick filmem, tehát semmiféle változás ebből a szempontból a dolgokban nem állt be. Azon gondolkodom, igen. hogy Lilla volt-e az első vendégünk idén, vagy azért megelőzte őt más is, András? Szerintem ő volt az első, nekem úgy emlékszem, hogy amikor így elkezdtük összerakni az évadot, és láttuk, hogy az Eyes Wide Shut az egy karácsonyi film, és akkor azt esetleg érdemes az év végére tartogatni, és láttuk, hogy közben ott van a Killing, és pont a Lillával viszonylag hamar akartuk fölvenni azt az adást, hogy akkor az így keretbe is foglalja valamennyire az évadot. Nekem ez az emlékem, de olyan rég volt, már legalább 3 éve volt a idei év eleje, úgyhogy pontosan nem tudok, már nem emlékszem rá én se. Nem, jól mondod. Januárban az első adásunkban a Vakfolt vendégévadjában szintén Kubrickról beszéltünk, úgyhogy minden körbe ért tényleg idén. Nagyon jó. Az ember, bocsánat, egy kicsit kitérek erre, egy decemberben mindig úgy érzi, hogy gyorsan elillant ez az év, de valahogy ez az év nem illant el gyorsan szerintem. Nem. Tehát, nagyon nem. Nem emlékszem az elejére, és nem emlékszem a korai hónapokra, és nem érződik annak, mintha egy csattintása elmúlt volna. Egyszerűen egy ilyen hosszú, undorító máz volt ez az év, nem is tudom más, hogy mondom. Nagyon érdekes, hogy azt érzem az év első felével kapcsolatban, mintha az tényleg legalább 3 éve történt volna, és azóta eltelt volna még legalább annyi év, vagy legalább annyi idő. Nagyon durva, hogy ennyi minden volt ebben az évben, és hát nem volt, hogy mondjam, minden jó belőle. És akkor finoman fogalmaztam. Na jó, csapjunk bele ebbe a filmbe egy kicsit szerintem. Hol próbáljuk megfogni? Ki szeretnék kezdeni? Hát mind a hármunknak újdonság volt. Ezt azért igen. Mind a hármunknak? Igen, egyébként se láttam. Kezdhetnénk azzal, hogy ki mire számított. Főleg ennyi idő után, ez egy 22 éves film idén. Úgyhogy volt idő azért így kulturális ozmózis révén táplálkozni abból, hogy végül is miről szól ez a film, képi világát szerintem mindenki tudja. Kíváncsi vagyok, hogy ti mire számítottatok ettől a filmtől. Mondjuk, Feri, kezd el? Kezdem szívesen. Igen, az energiámat tartalékolom majd arra, amikor a véleményt is mondok a filmről. Az elvárásaim igazából semmilyenek nem voltak. A réges-régi kritikákra emlékszem vele kapcsolatban, réges-régi 99-es kritikákra emlékszem vele kapcsolatban, és eléggé fanyalgóak voltak, és azt hozták föl legnagyobb hibájának, hogy ez a Cruise Kidman szereposztás egy eléggé stunt casting volt, és nem érnek föl tehetségben a feladathoz ők ketten. Összesen ennyire emlékszem a kritikákból, és hát ezek alapján igazából nem lehet elvárásokat, nem lehet, hogy elvárásokat keltsen magában az ember. Nem voltak konkrét, különösebb elvárásaim. Inkább úgy mondom. Érdekes. Neked, András, volt valami prekoncepció a fejedben? Hát nekem igen, ennél több volt. Egyrészt én, amire emlékeztem a korabeli, vagy a közvetlenül 99 utáni visszhangjából a filmnek, meg amik így elterjedtek belőle, az egyrészt az az orgia jelenet, hogy mindenki arról írt, hogy van benne egy ilyen orgia jelenet, és hogy ez mennyire röhelyes. Általában ez volt a szerintem a... Röhelyes, komolyan? Hát igen, hogy ilyen kínos, meg ilyen... Figyelj, milyen újságot olvastál annak idején? Nem tudom, nekem, figyelj, én csak az emlékeimre hagyatkozok, nem arra, hogy mi volt egész konkrétan. Szabad földet, nem?
Nem tudom, a Vox mozi magazin az mit írt egész pontosan, de hogy, aha. De hogy igen, szóval az egész filmről volt egy ilyen kép, hogy ez egy ilyen, ja, ilyen inkább kínos film, mint hogy nem tudom, hatásos legyen, de hogy van benne egy orgia jelenet, ami így, nem tudom, picit ilyen, talán túlzás az, hogy közröhely tárgya, de hogy inkább így pellengére volt állítva. Ez az egyik, amire emlékeztem, a másik pedig az, hogy a Tom Cruise meg a Nicole Kidman stunt casting az állam is megvolt, de én inkább arra emlékszem vissza, hogy azt írták, hogy hát ugye ekkoriban mentünk rá a házasságuk, és hogy akkor ez vajon ez megjelenik-e a filmbe, a film az rátette egy lapáttal, az okozta-e, vagy az előhozta-e azt, amit a mélyben volt köztük, vagy pont, hogy ők hozták magukkal, ami volt a házasságban, és az hozzáadott a filmhez, tehát hogy nagyon egy ilyen bulvárosan beleszövődött a filmnek a kritikáiba, meg a ilyen értelmezéseibe az, hogy ők játszották a főszerepet, és hogy ez a film is egy házasságnak a válságáról szól valamilyen szinten. Hmm. Tehát ezekre emlékeztem, viszont a másik oldal, ami miatt azért nagyon kíváncsi voltam a filmre, azzal együtt, hogy igen, Kubricktól, ezt még ugye nem láttam is tőle, azért érdemes a legfőbb dolgokat megnézni, vagy hát szinte mindent, hogy azért főleg az utóbbi években, ugye itt 2019-ben, amikor volt ez a 20 éve volt 1999, mint a nem tudom, modern film egyik legnagyobb éve, akkor volt nagyon sok ilyen retrospektív cikk. És azért azok a retrospektív cikk inkább már arról szóltak, hogy ez egy mestermű, amit nem értékeltek eléggé. Tehát nekem volt ez a két pólusa a fejemben, az egyik, hogy hát ez inkább egy ilyen kínos film, a másik meg az, hogy ez egy mestermű, és hogy akkor így a kettő közül vajon melyikhez fog majd a skála, vagy skála melyik végéhez fogok én majd közelebb állni. Szóval inkább ezzel ültem le elé, hogy úgy nagyon izgatott voltam, hogy vajon mi lesz ez a film, és milyen hatással lesz rám. Én nem emlékeztem, hogy annyira ellenmondásos volt annak idején a fogadtatása. Azt tudom, hogy így, tehát mondjuk egyetlen egy Oscarra se jelölték, ha jól emlékszem, tehát biztos, hogy így nem is tudom, egy ilyen szereposztással, hogy Tom Cruise-al és Nicole Kidman-el ez egy olyan film volt, amit valószínűleg a stúdió is szeretett volna, hogyha sokkal nagyobb kört fut be. És ehhez képest biztos, hogy nem lett akkora viszonya, de azért biztos, hogy nagyon sokat lehetett hallani erről a filmről, hiszen tényleg egy szexuálisan explicit, ilyen botrányos film, és tényleg ebben sok szerepet játszik az is, hogy a főszereplők valójában is házastársak voltak akkoriban. De én is már inkább a pozitív visszhangjára emlékszem a filmnek, lehet, hogy emiatt a 2019-es visszatekintő év miatt, amikor megindult ennek a filmnek a revidálása, fogalmam sincs, ennyire nem emlékszem konkrétan, de én is inkább a pozitív kritikákra emlékszem, meg a IMDb-n is tök magas a pontszáma, a Rotten Tomatoes-on is kifejezetten pozitív ez a film a kritikai értékeléseket tekintve. Úgyhogy én nagyon kíváncsi voltam rá, hogy milyen lesz a végeredmény. Arra azért mindenképpen számítottam, hogy majd kell rajta ülni egyet, meg kell hagyni, hogy így felszívódjon ez az élmény. Meg hát igazából így arra számítottam, hogy mivel az egész filmmel kapcsolatban tényleg a legikonikusabb, vagy legjobban ismert képek azok az orgia jelenethez kapcsolódnak, hogy ez valami esmiről fog szólni. Tehát az én fejemben az volt erről a filmről, hogy Tom Cruise és Nicole Kidman járnak ilyen elit szexpartikra, és a film háromnegyedét ezt teszi ki. Egészen meglepett, hogy nem ilyen a film. Igen, én is azt hittem, hogy ez így fog lezajlani, de eljöttem a végére, hogy ez a film leginkább egy másik filmre hasonlít, aminek az a címe, hogy Baby's Day Out. Hú, de ismerős a címe. Mesélj el egy picit. Egy csecsemő vándorod a városban, és mindenféle dolgok történnek vele. Mi? Ez mi? Baby's Day Out. Mennyi rákeresek a magyar címére, vagy keresd rá létszó magyar címére, mert nincs előttem. Hú, megpróbálom, jó. Szabadnapos baba. Baba, igen, 90-es jaj, a plakátja az biztos, hogy megvan. Egy taxinek a hátsó üléséről így néz kifelé mosolyogva egy kis baba.
Igen. Ez na biztos, most, hogy láttad. Na most, igen, az biztos. Na most én az Eyes Wide Shut-ot, a tágrazált szemeket, ezt úgy utáltam ezt a filmet, hogy az valami hihetetlen. Borzalmasan gyűlöltem ezt a filmet. Én engem magamat is meglepett, hogy mennyire utálom. Wow. Semmi nem működött nálam benne. Annyira ciki, annyira kínos volt ez a film, hogy őrület. Az, hogy a Kubrick életművének ez a lezárása, az egy tragédia. Na szóval így egyelőre ennyit erről. Kemény indítás. Egyelőre ennyit, jó? Ez jó. Istenem. Egyébként nagyon durva, hogy így nem is tudom, valamelyik kritikát kezdték úgy, az volt az első bekezdés, hogy a Kubrick előző filmje, az Acél lövedék, és így teljesen ledöbbentem egy pillanatra, hogy így 13 évvel korábbi az előző filmje, ha jól számolom. Megfontolt ember volt. Igen. Ha jól tudom, akkor a kettő között volt egy holokauszt film terve, amiről aztán lemondott a Schindler listája miatt, és hogy nem tudom, hogy lemondott-e, vagy hogy azért nem készült el, mert nem tudom, a stúdió végül nem akarta megcsinálni, ezt erre nem emlékszem, de hogy nem készült el, és ez neki egy nagyon-nagyon fontos projekt lett volna, és hogy elvileg ettől ilyen hosszabb időre depresszióba esett, és ott amiatt nem tudott jó darabig filmet készíteni, vagy nem akart filmet készíteni. Tehát, hogy volt a kettő között egy ilyen kútba esett terv, mint a korábban értem. A Napóleon filmje lehetett. Értem. Akkor is egyébként így, tehát 70 évesen hunyt el, de már azt hiszem az 50-es évek elejétől voltak filmje, igaz, nem teljesen egész estés filmek voltak, amikről beszéltünk a Killing adásunkban, hogy volt két korábbi, talán ilyen 70 perces játékidő körüli filmjei. Tehát azért egy 4 évtizedes filmográfiáról beszélünk, amelyben tehát talán egy tucatnyi film, mert nem számoltam össze, de Killing, ha csak a Killingtől nézem, az 56-os, akkor is 2, 4, 6, 8, 10, 11 film. Tényleg. Ami nagyon sokáig, ami sokáig volt filmterve, és nem jött össze, az a Napóleon volt. Az a női nagy keserűség. Figyelj, én kedvelem a Ridley Scottot, de hát Kubrickot sehol nincs. Eyes Wide Shut ide vagy oda. Ide vagy oda. Na, még a Ridley Scott a másik rendező, akit nem néznék meg egy ilyen erotikus filmet szerintem. Végigpörgettem a fejemben a filmográfiáját, hogy csinálta valaha még csak valami erotika közeli filmet, de... Hát ugye annyi filmje van, hogy lehetséges, hogy valamiről nem tudunk, de szerintem se igazán. A testvérének a filmjében, a Revenge-ben, a 90-es Revenge-ben, abban van egy kis Kevin Costner és Madeleine Stone közötti egyepetje, de ez a Monks, ami a Scott családnak... felírható. Hát meg azért ne felejtsük el a 2013-as The Counselor, mindenki elfelejtett, amiben a Cameron Diaz egy autó tetején vonaglik. Jesszus. És erotikus volt legalább? Én egyszer elkezdtem nézni, és 20 perc után kikapcsoltam, mert annyira borzasztó volt. Ez az, amit a Cormac McCarthy írt? Igen, igen. Hát akkor ez marhára erotikus lehetett. Ez a 80 éves Cormac McCarthy egy ilyen jelenetet megír. Jó, oké. Igen, ez is érdekes, hogy... Cameron Diaz az autó tetején vonaglik. Valami 4 éven keresztül dolgozott csak a tágrazárt szemeken Kubrick, amiből a forgatási idő az több mint egy évet tett ki, ezt nem tudom, olvastátok-e? Igen, de rengeteget 400 nap volt kortottak ezen a filmen. Aha, igen. És hát az tényleg szerintem így ha nagyon nagyon óvatosan besnek, akkor is 50-szer annyi, mint általában egy rendes, egy másik film, másik hasonló filmnek a forgatási ideje. Vagy 5-szer annyi, bocsánat, 5-szer annyi. És hát utána is úgy, hogy a házaspárral. Talán azért nem csodálom azt, hogy ennek a filmnek az ilyen legendárium, annak a része az, hogy a Tom Cruise és a Nicole Kidman házassága itt ment tönkre, mert egy olyan filmet csináltak, amiben a Kubrick tudatosan ketté elválasztotta őket, hogy ne találkozhassanak és hasonló. Tehát a Kubrick okolható a házasságuk csődjéért. Jó, oké. Okay. Nem állítom. Itt hallottátok először, igen, kedves hallgatók.
volt valószínűleg egyéb probléma is, mondjuk, ha azt veszem, akkor kezdjük ott, hogy ez mi volt ez a nevetés? Bocsáss meg. András, mi volt részedről ez a nevetés a egyéb problémákkal kapcsolatban? Hát, hogy valószínűleg volt egyéb problémák, így a Tom Cruise-nak az életét végig gondolva, igen. Ez annyira meglepő. Tehát valószínűleg a Nicole Kidman volt az utolsó olyan feleség a Tom Cruise-nak, akit nem egy vizsgálóbizottság választott ki. Igen. Úgyhogy elég valószínű, hogy nem véletlenül ment ez úgy tönkre magától. Igen. Viszont az biztos nem tett jót neki, hogy egy ilyen Kubrick típusú rendezővel dolgoztak el 400 napon keresztül. Ha csak mondjuk a ragyogásra gondolok, hogy ott hogyan érte el a színészeinél Kubrick, hogy leépüljenek és érzelmileg teljesen kisivárodjanak a film forgatási idejére, akkor szóval nem nehéz azért párhuzamokat, vagy ilyen összefüggést találni szerintem. Arra emlékszem olyan cikkekre, amelyek a forgatás alatt szóltak állandóan arról, hogy mennyire kínszenvedés ez az egész. Tehát nemzetközi sajtó ez elég sokat cikkezett erről. Aha, mondjuk nagyon nem, ez nem persze bulvár, de igen. Hát, igen, szóval nem akarom itt elvinni nagyon ebbe a témát, de ennek a filmnek a hagyatékának azért ez is egy jelentős része szerintem. Egyébként meg András, még egy dolog, csak így a vakfotós összefüggésekkel kapcsolatban, ez vajon így hanyadik olyan vakfotadás, amiben Tom Cruise-zal foglalkozunk? Csak idén a második, azt tudom. Igen, de már korábban is volt a Vanília égbolt, a külön vélemény. Szerintem ennyi, igen. Igen. Igen, de ez már jó sok. Szóval így azon gondolkodom, hogy kivel láttunk több adást, a Tom Cruise-zal vagy a Warren Beatty-vel, és hogy... Vajon milyennek az oka, de így néha azért érzem azt, hogy a Tom Cruise az egy ilyen modern Warren Beatty, hogy így a saját filmjeinek a gyártását a kezébe veszi, felé meddig már rendezi is őket, már hogy legalábbis abban az értelemben, hogy legalább olyan szinten beleszól, amit ő maga rendezni. Abban nem hasonlítanak, hogy a Tom nem döntött meg 2005, tehát az mondjuk különbség. Ez nagy igazság. Igen, és ez azért is érdekes, hogy Warren Beatty a filmjeibe is előszeretettel játszik ugye amorózókat, meg nagy nőcsábászokat, tehát a Samponba is mennyit beszéltünk erről. De hát Cruise is. Hát igen, de a Cruise-nál az nagyon érdekes, hogy ahogy haladunk előre a karrierjében, egyre szexualitástól mentesebb lesz az a Tom Cruise persona, akit látunk a vászon. Igen, egyre aszexuálisabb. És szerintem ebből a szempontból is nagyon érdekes az Eyes Wide Shut, hogy ebben a filmben ő mint egyrészt mint szexuális alany, vagy mint szexuális tárgy, vagy mint a 5 csillió dolláros mosolyú jóvágású férfi, hogy ezzel a képpel mihez kezd a Stanley Kubrick. Figyelj, hát, nem véletlen hoztam szóba amúgy, de majd csak felém. Csak azt akarom mondani, hogy eleve az alapvetés az a filmnek, hogy itt ez a rendkívül jóképű férfi, akinek semmiféle problémája nincsen, hogy akár nőkkel, akár férfiakkal akár kommunikáljon, akár szexuálisan elinduljon egy ösvényen. Tehát akárkivel találkozik, az megnyílik előtte, önkéntesen és mindenféle probléma nélkül. És azért mondom, hogy ez az alapvetés, a tézis ennek a filmnek, az a tézis, hogy ez a férfi hogyan tud a maga felső középosztálybeli egzisztenciájával mit kezdeni, illetve azzal, hogy a felesége igazából szeretne másokkal lefeküdni. Tehát ő nem. Én úgy érzem, a Cruise a felső középosztálybeli létével nem tud mit kezdeni, azzal van problémája. A Kidmannek meg a Cruise-zal van problémája. És pont az a filmnek arra épül a film problematikája, hogy ezek ketten hogyan tudnak mégis egy kapcsolatot így fenntartani. A legvégén egyfajta kompromisszummal, ami igazából egyáltalán nem egészséges kompromisszum szerintem. Én ezt egy picit látom csak más, hogy egyébként nagyon sok mindenre egyetértek. Én azt érzem, hogy a Tom Cruise odáig, amíg a felesége, vagyis hát ugye Dr. Billnek hívják a Tom Cruise-t ebben a filmben, ez nagyon sokszor nagyon sokszor elmondja, hogy ő egy doktor, ez a viccesen, egy orvos. Igen. Igen, igen.
és Alice pedig a felesége, akit Nicole Kidman játszik, szóval hogy körülbelül úgy, nem tudom, fél óra után van egy nagy ilyen éjszakai beszélgetés, miután betépnek, miután hazatértek egy estéről, ott betépnek, és van egy beszélgetés, ahol az Alice elmeséli az egyik álmát. Nem is álmát, bocsánat, elmeséli egy ilyen vágyakozását egy tengerésztiszt iránt, akit egyszer meglátott valahol, és akkor ott helyben egy ilyen iszonyatosan erős vágy keletkezett benne, és maga se tudta, hogy ezt a tengerészt ezt most azt akarja, hogy tűnjön el a közeléből, vagy hogy vele tűnjön el, őt vigye magával, és amikor a Bill hát így értesül arról, hogy a feleségének is vannak vágyai, akkor szerintem onnantól kezdve ő is gyakorlatilag egy egész éjszakát és a filmnek a nagy részét azzal tölti, hogy ő dugni akar. Tehát, hogy szerintem az a része, hogy ő csak a felső középosztálybeli ilyen annői, ilyen testpedésbe nem találná magát, ahhoz szerintem itt nagyon erősen hozzájön egy ilyen emaszkuláció, nem tudom, hogy van ez most. Én ezt úgy értettem az előbbit, hogy pontosan neki ez a problémája, de ő ezzel próbál kiutat találni onnan. Neki nem igazán szexuális az alapproblémája. A feleségének viszont igen. Tehát jó, ő értem. Szexel próbál kijutni ebből a csömörből. Házasságból. Aha. Igen. Azt hiszi, hogy ez a kiútja neki, de igazából végül nem. Tehát meg nem is tudjuk meg igazán, hogy mi a kiút innen. De a feleségek, mivel a nők egyértelműbbek sokkal a férfiaknál, tehát észcélre törőbbek, a Kidman jobban tudja azt, hogy mit akar, és a közönség számára is egyértelműbb szerintem az, hogy ő mit szeretne. Az, hogy ezt a Cruise felismeri-e, vagy sem, az már más kérdés. Igen, csak arra gondoltam, hogy a Cruise abban a pillanatban, amikor ezt megtudja a feleségéről, ott hirtelen bekerül egy ilyen egyensúlyvesztett helyzetbe, hogy az, amit ő korábban egy ilyen balansznak gondolt a házasságban, az nem létezik, és onnantól kezdve az egész filmben arra törekszik, hogy ezt a balanszt, ezt visszahozza azzal, hogy akkor jó, hogyha a feleségemnek vannak szexuális vágyai, akkor majd nekem is lesznek szexuális vágyaim, és végigmegy ugye éjszakai New Yorkban különböző kalandokat, hát igazából nem is keresve, mindig ezek a kalandok találják meg őt, ahogy te is mondtad, Feri, és hogy minden egyes alkalommal külső körülmények, vagy a saját totális passzivitása és impotenciájának a hatására, ő neki nem sikerül beteljesíteni ezt a, nem tudom, küldetését, és én ezért érzem azt, hogy sokkal inkább szól a film a Tom Cruise karakterének erről a furcsa ilyen passzív impotenciájáról, arról, hogy ő mennyire alkalmatlan arra a szerepre, amit ő ezzel a Tom Cruise-os bájvigyorával és sármőrségével be akar tölteni. Nem látunk, szerintem nem, lehet, hogy elbeszélünk egymás mellett, de szerintem ugyanarra beszélünk igazából. Ez az impotencia pontosan az, ami miatt nem tud változtatni a dolgain. Ugye egy ilyen odüsszeának, egyfajta ilyen bildungsrománnak, ilyen fejlődéstegénynek kellene lennie valamilyen szinten, és ez abszolút nem az. Tehát megtud dolgokat, megtapasztal dolgokat, sötét titkokat, és utána visszabújik ugyanoda, ahonnan előbújt a legvégén. Péter, te ezt hogy láttad, ezt a problémakört? Nyilván ezt még lehet feszegetni eléggé sok szempontból. Nem, ezért nem szeretem a filmet, elnézést, csak teszem hozzá. Igen, erre majd kíváncsi leszek, hogy mi az, ami miért nem szereted. Igen. Hát nem tudom, mit tudok hozzátenni az, amit elmondhatok. Tényleg ez a két tévő tézis a témája a filmnek, a felső középosztály, illetve hát a különböző osztályoknak igazából a konfliktusai, illetve hát inkább ilyen egymással való szexuális viszonyrendszere, amiben benne van a kihasználás, benne van a visszaélés a pénzzel, a pénzzel kapcsolatos hatalommal, illetve a másik része meg a szexualitás, illetve a szexuális kielégítetlenség, ahol a Tom Cruise karaktere, a Bill Harford szerintem egy olyan házasságban él, ahol nem tudom pontosan milyen idős a gyerekük, ilyen 5-6 éves lehet, de azóta valószínűleg úgy igazából ez eléggé megfenek lett szexuális értelemben az ő kapcsolatuk, plusz ott van az is, hogy ő egy ilyen házi orvos, aki rendszeresen kezel
teljesen érzelem és szexmentesen is olyan embereket, akik mesztenre vetköznek előtte, és számára így a női test, meg a testi vonzalom, az így egy tárgyilagos dologgá vált a munkája folyamán. És van, és ebben az ilyen aszexuális létalapotban küzd azzal, hogy eközben neki van egy ilyen inherens potenciálja, vagy egy ilyen helyzeti energiája abból fakadóan, hogy kőgazdag, és ez a helyzeti energia nem változik át mozgás energiává, amit meg azoknál látunk, akik tényleg kisen kihasználják az ő gazdagságokat, az elit osztálynál, akik topzódnak a szexben, és ő egy ilyen, tényleg egy ilyen impotens állapotban létezik. Nem látjuk egyszer sem szexelni a filmben. Nem. Gyakorlatilag teljesen szexmentes a film, a főszereplők részéről legalábbis. A Nicole Kidman aktusa is egy ilyen képzeletbeli jelenet csupán. Igen, amit teszem hozzá, lehet, hogy csak úgy kitalált, hogy basztassa a férjét, tudod? Tehát fölidegesítse. Ami igen. Nem feltétlenül lehet, hogy igaz, de előfordul. Yeah. Ez a legmeglepőbb számomra a filmet, tehát ahhoz képest, amit vártam tőled, teljesen elröbbentett, hogy Tom Cruise meg Nicole Kidman kapcsolata, meg úgy általában az ő szerepük a filmben, ez teljesen szexmentes. Egyetlen egyszer talán itt lefekszenek ketten, és se lehet. Elnézést, az irónia nem egyértelmű itt egy picit? De, az hogy nagyon-nagyon igaz. A szexmentes kapcsolat Tom Cruise és Nicole Kidman között. Abszolút, igazad van, igen. Lehet, hogy azért ennyire a veselyükbe látott a Kubrick, és nem véletlen castingolta őket, és ez egy olyan stunt casting volt, hogy csak ő értette igazán. Az érdekes, hogy ez többen erotikus thrillernek fejek ezt a filmet, ami szerintem teljes tévút, vagy hát valamennyire értem, hogy miért, mert van benne erotika is, ha más nem az orgia jelenetekben. Hát van benne thriller, van benne thriller abban, hogy a főszereplő belecsöppen valamiféle összeesküvésbe, tehát hogy valóban így látszólag megfelel azoknak a kritériumoknak, amik egy erotikus thrillert fémjeleznek, de hogy nagyon messze van ez a film attól, amit Michael Douglas-es, Sharon Stone-os 90-es évek első fele, vagy Glenn Close-os. Igen, mert érdekes módon a szexualitást nem használja senki csábításra, nem használja senki arra, hogy orránál fogva vezessen szereplőket, ami nagyon alapvető része lenne az erotikus thrillernek. Hát pontosan azért, mert ahogy mondtam, a Cruise-nak az a legjellemzőbb vonása, hogy bárki, amint szóba legyedik bárkivel, az azonnal vonzódni kell hozzá. Semmiféle megerőltetés nem kell kifejtenie neki ahhoz, hogy bárkit elcsábítson, férfit vagy nőt. Egyébként megmondom őszintén, a filmben az a két jelent, amikor férfiakkal hosszabb dialógia van, a Cruise azban a két jelenetben egyedül természetes. Nagyon meglepődtem ezeken. Igen, ugye, nekem is feltűnt. A nőkkel olyan borzalmas pofákat vág, még nem tudja elengedni magát, de az Ellen Cumming-gal való jelenet és a zongoristával való jelenet korábban mind a kettőben annyira természetesen viselkedik, hogy itt is bizonyos áthallások vannak, szóval akarva, akaratlanul. Igen, azt tűnt fel, hogy abban a két jelenetben a legvisszafogottabb, mint színész is, meg a karakter is sokkal nyugodtabb is. Igen, a Cruise-t sosem látjuk ilyennek, főleg az azóta készült filmjeiben, ahol mindig rendkívül intenzív. Nem vág pofákat, igen. Szóval ilyennek baromi ritkán látni őt. Igen. Nekem is talán az egész filmben a kedvenc jelenetem az Ellen Cumming-gal közös jelenete, azt szerintem szenzációs benne. Egyrészt az Ellen Cumming szenzációs benne, másrészt pedig az egy csak egy kis miniatűr kis közjáték a filmben, és nagyrészt csak arra szól, hogy elhangozzon egy információ, de mégis így szerintem borzasztóan érdekes a kettőjüknek az összjátéka. Viszont csak annyit, hogy mondjak, hogy az a jelenet dramaturgiai szempontból van jelentősége, de viszont semmi oka annak nincs, hogy az a jelenet olyan hosszú legyen, amilyen hosszú, mert nagyon hosszú jelenet. És ott is szerintem, ott szerintem egész egyszerűen csak a Kubrick azt gondolta, hogy élvezett nézni a Cummingot, ahogy játszik, mert szinte végig az ő arcán van a kamera. És egyszerűen, sajnos ez az egyik bajom a filmmel, hogy szinte az összes jelenet túl hosszú benne. Túlságosan hosszú. De ott egyedül van az, hogy igen, ezt a színészt elnézném, ahogy alakít, ezzel az egyetlen jelenettel nincs ilyen problémám.
Értelek. Igen, ez basszus, én is egyébként ugyanígy éltem meg, hogy túl hosszúak a film jelenetei, pedig basszus, a Barry Lyndon is egy két felvonásos film, abszolút nem egy sodró lendületű valami, az se, és tök érdekes, hogy valami ennél a filmnél jobban zavart. Hát én ezt a filmet borzalmasan untam, megmondom őszintén, a Barry Lyndont meg imádom, az, annak a két órája olyan, igen, mint a fél óra lenne körülbelül. Nekem az volt az érdekes, és akkor én most így leszögezném, hogy én nagyon-nagyon szerettem ezt a filmet, pedig az elején nem voltam biztos benne, hogy ez így lesz, tehát így beszéltük a Péterrel, itt tegnap este álltam neki viszonylag későn, és hogy így kíváncsi voltam, hogy vajon hány perc után fogok belealudni, mert már nagyon fáradtan kezdtem el, és akkor a Péter írta nekem, hogy szerinte olyan 25 perc tájékán, mondtam, hogy hát fél óra volt végül, mire már nem emlékeztem arra, hogy mi történik a jelenetben, mert csukva volt a szemem. De ebbe azért nagy részt az álmosságom játszott szerepet, de azért benne volt az, hogy az első fél alapján még nem tudtam, hogy ez nem tudtam mire vélni pontosan ezt a filmet, de hogy nekem igazából nagyon tetszenek benne azok a dolgok, amiket eddig inkább szerintem negatívumként emlegettünk, mint például a Tom Cruise-nak ez a méretetlen nem természetessége vagy féksége, mert szerintem ezen nagyon-nagyon tudatosan játszik a Kubrick, és ettől még persze lehet nem jó dolog nézni, meg lehet az, hogy nem tetszik az, ahogy a Cruise játszik ebben a filmben. Nem értek, tehát az fontos azért, hogy ő nem ok nélkül castingolta be a Ryan O'Neill-t se a Barry Lyndonba, ami ugyancsak egy ilyen szakatlan választás. Abban egyetérte, abban nem, szerintem itt egy picit túl van gondolva, és efféle háttér kavarás szerintem a Kubrick részéről nem volt. A stunt casting az a lényeg. Tehát az, hogy a két akkori legnagyobb sztár legyen főszereplő, de a 99-ben Cruise nagyobb ezzel volt. Ezzel nem értek egyet. Kubrick, amikor már ott tart az ember, hogy egy komplet filmográfiát tud megtekinteni, és a rendező fejéből is tud gondolkodni. De hát azt akarta, hogy sikeres legyen. Hát az meg kellett az, hogy... Ki nem szeretné, hogy a filmje sikeres legyen. De érted, ha ott van a Barry Lyndon karaktere, az a rohadtul szexuális lény, rendkívül fontos annak a karakternél, hogy egy olyan figura legyen, aki ilyen primér ösztönlényként gondol a szexre, és bekasztingolja Ryan O'Neill-t, aki nem a legtehetségesebb színész, de tökéletes arra a szerepre ő számára. De most nem a... 20 évvel később eljátsza. De ez egy jó példa arra, hogy ugyanaz az ember hogy gondolkodik 20 évvel később is. Uh-huh. És ugyanaz a gondolatmenet vezet ahhoz, hogy bekasztingolja a Tom Cruise-t, aki akkor éppen a kor legnagyobb amorózója. Hát akkor ugyanarról beszélünk. Igen, de Ryan O'Neill sem azért castingolta be, hogy majd arra akkor beülnek milliók. De hát a Ryan O'Neill a 70-es évek közepén óriási nagy sztár volt. Én Péterrel értek egyet abban, hogy én egészen biztos vagyok abban, hogy a Stanley Kubrick meglátta azt, hogy a Tom Cruise egy mennyire fake ember. Most nem színészre gondolok, hanem azt, hogy ebben emögött a bájmosoly mögött van valami nagyon furcsa, nagyon robotikus és nagyon természetellenes dolog, ahogy valami nagyon nem stimmel. És hogy én szerintem nem csak arról szólt, hogy itt van a Tom Cruise, aki a kor legnagyobb sztárja, jönnek majd a nézők, mert nem bizony, hogy Stanley Kubrick úgy gondolta, hogy erre a majdnem 3 órás döglassú filmre tolongani fognak a nézők. Nem hiszem, hogy neki ez volt a legfontosabb célja, hogy ez kasza siker legyen. Én szerintem ő meglátott valamit a Tom Cruise-ban, és ezt fel akarta használni abba a szerepbe, ami arról szól, hogy itt van ez a csávó, aki minden egyes szituációban valóban így ragadnak rá a nők, ragadnak rá a férfiak, mindenki a lábai előtt hever, és ő pedig felvillantja a mosolyát, és nézőként mindannyian érezzük, hogy kurvára nem oké valami ezzel a csávóval. Szerintem ő ezt akarta, erre akarta fölhasználni a Tom Cruise-t, és ezért tartom nagyon jó castingot. Teljesen értem. Én meg totálisan nem értem. Nem totálisan, de 50%-ban nem értek egyet. Aha. Továbbra is igen, azért lett castingelve, mert ő a Tom Cruise, mert nem a robotikus mosolya miatt. Azért, mert ő volt az a sztár, akinek ennek a filmnek sikerhez szüksége volt. Az kétségtelen, hogy a szexepéje, az a állítólagos, vagy végig csak létező szexepéje, az hozzájárult a castingéhez, de Kubrick részéről az, hogy egyfajta valami olyasmit látott a mosolya mögé, ami esetleg ott van, esetleg nincs, nem, ez nem járult hozzá a castingéhez. Az járult hozzá a castingéhez, hogy a Cruise és a Kidman akkor
a minden őróluk szólt a bulvár médiában, és ezért, és mert egy házaspár voltak, és ebbe a szituációba, a filmnek ebbe a szituációba ezt a házaspárt beletenni érdekes, sőt botrányos lehetett, ezért lett ebbe castingolva, nem azért, mert a Cruise mosolya mögötti hamisságot akarta. A 70 éves Kubrick kiásni, kiexploitálni, és sajnos a filmnek a többi aspektusa is arra mutat, hogy ilyen kettős elgondolás egyáltalán nem volt a mögött a film mögött. Én ezzel abszolút nem értek egyet, mert akkor ugyanezt eljátszhatta volna a Ragyogás esetében is, ahol szintén egy széthulló házasságot látunk. Ez egy 20 évvel ezelőtti film volt. Hát igen, de ugyanaz a rendező. Meg hogyha most ő tényleg azért castingolja a főszereplőit, mert azt szerint sikeres legyen a film, akkor az Úrod összejában is, ha ezzel játszott volna a Warren Beatty. De nem Isten, a Warren Beatty jó, játszik még benne. Jó, hogy nem megyünk vissza a Killingig. Hát ez nem így hát működik. Vissza is mehetünk, de... Ahogy az ember öregszik, teljesen megváltoznak a művészetbeli megközelítési dolgai, hogy hogyan készít elő egy projektet, hogyan gondol át egy projektet. Egyéb az nem a két filmet összesen lehet hasonlítani, meg ezeket a filmeket. Ez nagyon nem lehet összehasonlítani. Mi a Barry Lyndont a táglázált szemekkel lazán össze lehet hasonlítani. Szerintem tökre látszik benne, hogy a Kubrick miket gondol, és mikben nem változott a gondolkodás módja 20 év alatt. Két olyan film, ami teljesen különbözők egymástól, az a Trágya, tágrazált szemek, meg a Barry Lyndon, úgyhogy... Én egyébként azért látok, vagy azért merek ebben elég határozott intenciót látni, vagy szándékottságot látni a Kubrick mögött a castingban, azon túl, amit te mondasz, Feri, mert hogy nekem annyira erőteljes és vaskos ez az irónia, amivel kezeli a főszereplőjét, a Billt a film, abban, hogy milyen szituációkba viszi bele, ott hogyan prezentálja magát, és aztán hogyan jár pórul minden egyes esetben, és hogyan... Szóval, hogy ezzel az egész figurával ténylegesen az a célja, hogyha most félretesszük azt, hogy Tom Cruise játsza, akkor is a Dr. Billnek a karakteríve, az végéről még beszélhetünk, hogy felismere valamit, vagy sem, de hogy a karakteríve az ténylegesen arról szól, hogy ez az ember végigjárja New Yorkot, és minden egyes szituációban felsül, és minden egyes szituációban az a fajta sárm, amit látszólag képvisel, az nem működik, és hogy tehát az, hogy ezt fokozza ennek az üzenetnek, vagy ennek a tézisnek a hatását, hogy ehhez egy Tom Cruise kaliberű és egy Tom Cruise jellegű színészt castingol, ez szerintem annyira erősíti az iróniát, meg a szarkazmust, ami a filmen végig húzódik, hogy mögött nem tudok csak egy ilyen nem tudom, anyagi vagy külső megfontolást látni. De nem. Én nem azt mondtam, hogy csak anyagi megfontolás. Én azt mondtam, hogy a Cruise-nak a hamissága az nem játszott bele abba, hogy ő castingel vett. Az, hogy van egyfajta irónia, hogy lehet röhögni akár azon, ahogyan az egész cselekvési menete egy dugába dől, tehát semmiféle nem jut előre, nem fejlődik, minden, az teljesen így van, de az, hogy a Cruise castingje azon múlott volna, azért lett bekesztingelve, mert egy hamisság árad belőle, ez bullshit, ez nem volt. Én még azt is hozzátenném, hogy szerintem Nicole Kidman is egy olyan jó sikerült casting, hogy nekem a Nicole Kidman-nel kapcsolatban mindig is volt egy ilyen megérzésem, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, de nekem ő belőle mindig is egy ilyen szexuálisan represszív kisugárzás áradt. Tehát ő sose játszik ilyen Sharon Stone-szerű, nem tudom, csábítókat, vagy én nagyon nem emlékszek ilyen filmre az ő filmográfiájából, és valahogy mindig pont az jut vele kapcsolatban eszembe, hogy ő inkább az, aki ezen, nem is tudom, szexuálisan naivabb, vagy hogy fogalmazom ezt meg, hogy pont nem láttam a Portrait of a Lady-t, amiben így a John Malkovich-sal játszanak egy ilyen fölé alárendelt viszonyt, és a John Malkovich mint hogy kihasználná abban a filmben, és a Jane Campion meg amúgy kifejezetten jó képes megragadni egy erotikus élét egy ilyenfajta kapcsolatnak. Nem tudom biztosan, hogy abban a filmben mondjuk
nem mondaná ez ellent az én teóriámnak, de hogy alapvetően nem sose gondoltam egy annyira szexuális jelenségnek, és ez is szerintem nagyon passzol ehhez a filmhez, ahol ez a represszió, meg az ő kettőjüknek ez a ilyen kiüresedett házassága, az egy nagyon fontos része a történetnek. Úgyhogy hogyha, mondom, hogy lehet, hogy ez csak jól alakult, de akkor is minden két szerepet úgy érzem, hogy jó castingoltak a Kubrick. Ha ezt a két szerepet két igazán tehetséges színész játszana, akkor egyet értenék veled. De szerintem mind a ketten nagyon gyengék. Mind a ketten. Úgyhogy ebben sem, egyben sem fogunk egyet érteni. A Kidman az elején jobb, mint a Cruise. A Cruise az elején nagyon rossz. És ugye a film közepétől kb. Stagnál mind a kettő. De mind a kettő, ami újra csak azt támasztja le, hogy főleg a Star Power miatt lettek castingelve, mert egy sztár házas pár azért. Nagyon, ezt nem érnek föl, abszolút nem érnek föl ahhoz a feladathoz, amit el kellene végezniük. Nicole Kidman, az az érdekes, hogy kicsit az olyan érzésem van, mintha hosszú időre eltűnne a filmből, mert hogy igazából el is tűnik, hiszen a filmnek a legnagyobb része az egyetlen éjszakának a történet, amiben Tom Cruise vándorol különböző szereplőről szereplőre, amíg az orgiához meg nem érkezik, ugye ez az az odüsszei, amiről beszéltünk. És ugye a film elején van egy nagyon fontos jelenet, ez a bizonyos betépet veszekedés és az ottani reakció és az ottani nagy monológia, illetve a film legvége, miután a Sidney Pollack-os beszélgetés, tehát a Tom Cruise és a Sidney Pollack ilyen, nem tudom, leleplező beszélgetése után, amikor hazatér, akkor ott van egy hosszabb jelenet sora a Nicole Kidman, és szerintem ezekben a Nicolas Cage-et megnéztem volna, mert szeretben, az biztos. Amúgy igen. De hogy ezt a filmet keretező jelenet sorokban szerintem nagyon jó a Nicole Kidman. Tehát én kifejezetten jónak éreztem, de alapvetően kevés, az ő lehetőségei eleve kevesebbek, mint a Tom Cruise-nak arra, hogy több oldalát mutassa meg mondjuk a karakternek, de szerintem ahova leviszi a filmet, vagy visszaviszi a filmet az utolsó pár jelenetben a sokkal azonosulhatóbb reakcióival, mint az addigi erőteljesen ironikus és szarkasztikus hangvétele a filmnek, abban szerintem nagyon jól talált meg egy olyan hangjegyet, amire ott szüksége van számomra legalábbis a filmnek ahhoz, hogy ne csak egy ilyen eltartott kisújú ironikus gúnyos fejcsóválás legyen, hogy na ezek az idióta gazdagok, ezek azt se tudják, hogy a nagy jólétükbe mihez kezdjenek. De valószínűleg egyébként ez a tonális dolog lesz majd a legnagyobb eltérés a véleményeink között, Feri. Gondolom, hogy te elsősorban abban érzed a nagy hiányosságot a filmnek. Ezt a műven végigvonuló iróniát, ezt a Cruise csetlése botlásában benne van, az kétségtelen, de ezt nem tudom, hogy ez honnan van szedve, tehát sajnos ez a film ez nagyon is komolyan veszi magát, és ebbe ezért rendkívül ciki az egész. Az alakításokról meg szerint szegény Sidney Pollack a legjobb színész szerintem az egész filmben, egy filmrendező, és de ráadásul egy olyan jelenetben csúcsosodik ki az alakítása, ami kb. Olyan, mint a Pszichó végén ez a magyarázós jelenet, amikor hatszor el van, a szájunkban van rágva minden plot point, hogy még a leghülyebbek is megértsék, hogy mi történt. Tehát nagyon, én szerintem ez egy nagyon gyenge film. Bocs, srácok, de én nem tudom. Semmi baj, hát no problem. Mármint, hogy abban a szemben örültem volna, hogyha egy jó filmélménnyel gazdagodsz, és arról tudsz beszélni, de egyébként egyáltalán nem baj, hogy nem egyezik a véleményünk. Szerintem is a Sidney Pollack ki a legjobb alakítás a filmben, hogy Ellen Cummingot leszámítva mondjuk. Vagy talán úgy is fogalmazhatnék, hogy Sidney Pollack ki a legtermészetesebb, vagy legnaturalisztikusabb alakítás a filmben. Amit én megint csak azt érzem, hogy egy szándékos kontraszt, és direkt helyezi oda a Tom Cruise-nak a nagyon túljátszott, nagyon nagyon sokkal dolgozó alakítása vagy eszközei mellé a Sidney Pollackot, aki meg ott teljes természetességgel hozza ezt a végtelenül cínikus és sok szempontból borzasztóan ijesztő figurát. És azért is érdekes nekem az a jelenet, teljesen tudom osztani azt a nézőpontot is, amit a Feri képvisel, hogy ott így túl van magyarázva az a jelenet, és teljesen rossz. Nekem az jutott eszembe közben, hogy na ez a jelenet pontosan olyan, mint a
klasszikus 90-es évek beli thrillerekből bármelyik ilyen hasonló nagy jelenetet. Nekem nagyon eszembe jutott a cég, a Tom Cruise-zal, vagy igen, bármelyik Grisham film, de főleg a cég, amiben van egy hasonló íve a Tom Cruise-nak, hogy itt a nagy, a világ tetején álló sikerember belecsöppen egy összeesküvésbe, ott minden szétzilálódik, és akkor ott ilyen tágra nyílt, bocsánat, tágra zárt szemmel itt lepadlózik azelőtt, hogy milyen korrupt a világ, és akkor valahogy a saját tetrekészségével és leleményességével és Tom Cruise-os proaktivitásával ő aztán végül legyőzi az ármánykodó gonoszokat. Na ugye itt ebből a filmből direkt hiányzik az a rész, hogy ő bármiféle tetrekészséggel legyőzzön bárkit, de ugye ez a jelenet, ez nagyon olyan, mintha, tehát a Sidney Pollack egy hasonló nagy monológot levághatott volna a cégben is, ahol felvilágosítja a Tom Cruise karakterét arról, hogy az a korrupció az mindent átsző, és neki esélye sincs ellene. És szóval nekem működött ez a zsáner, túlzás kiforgatásnak nevezni, de ez a zsáneres idézőjelbetétel is, hogy vannak benne ilyen betétek, amik kötelezőek az ilyen jellegű filmekben, de hogy itt sokkal kevésbé ez a lényeg, és sokkal inkább a, nem is tudom, hogy mit gondol ez a film a házasságról, vagy mit gondol ez a film a férfinői viszonyokról. De mit gondol róluk? Ez egy jó kérdés. Szerintem azt gondolja, hogy a legalábbis ezen a házasságon belül van a férfi, aki le lesz maradva a nő mögött, és aztán borzasztóan próbál teperni, hogy megpróbáljon fölérni mellé, és ez teljesen esélytelen lesz számára. És ott van mellette egy nő, aki, és nem csak egy nő, hanem igazából majdnem minden nő, aki összefut vele, aki pedig majd kineveti ezt a férfit, vagy legalábbis meglátja a gyengeségét, és meglátja a hamisságát, és arra csak ezzel tud reagálni. Ez az egyik vetülete a filmnek, és a másik vetülete a filmnek pedig az, hogy kinek van joga egy ilyen kapcsolatban ahhoz, hogy szexuális vágya legyen, és az, hogy kinek van joga, azt most abból a szempontból értem, hogy a Bill szerint, vagy a Bill soha nem gondolta arra, hogy a feleségének lehetnek vágyai, erről már igazából beszéltünk, és hogy a film szerintem eléggé jól játszik azzal, hogy hogyan ábrázolja azt, hogy a nőknek milyen vágyai lehetnek, és ezt a férfiak vagy hogy nem veszik észre, vagy hogyan tárgyasítják a maguk szempontjából, és biztos, hogy ez megint csak egy nagy vita, meg nagy darásfészek, hogy akkor maga a film is tárgyasítja azokat a nőket, akiket felvonultat, hiszen rengeteg köztük a prostituált, rengeteg köztük, akiket csak a mesztelen testükkel ábrázol, erről is vitatkozhatunk egyet valószínűleg. Én úgy érzem, hogy a női szereplőknek juttat olyan érdekes nézőpontokat, ahol ők sokkal kevésbé komikusak és röhelyesek, mint az a Tom Cruise, aki szembesül velük, de Péter már egy nagyot sóhajtott, úgyhogy kíváncsi, hogy Péter, miért sóhajtott-e? Mert elkezdtél válaszolni egy kérdésre, és már egy másikat válaszolsz meg. De hát én ismerhetnél, hogy ezt így de teszem. De nagyon jó, akkor én hadd szóljak közben. Jó. Teljesen, ez végre egy helyes vágány szerintem. Igen, ez a film arról szól, a női test tárgyasításáról, pontosan arról szól, és hogy a férfiak hogyan állnak ehhez hozzá. Az a baj, hogy ez az, amit felvet. De annyira egy szánalmasan, ciki módon tárgyalja ki ezt a problémát, uh-huh. És egy 70 éves nagy, egykori nagy művész kissé kujon hozzáállásával, uh-huh. hogy nem, nincs ereje uh-huh. eljutni a bármilyen végkövetkeztetésig igazából. Értelek. Sajnos túl, nekem nagyon ciki volt ez a film minden ízőben. Az alakítások, az ötletek kibontása, az, hogy sokkolónak gondol olyan dolgokat, amiken az exploitation filmek már 30 éve korábban rég túltették magukat, tudod? Ez lagymatag. Meg ez az orgia, ez valószínűleg a legunalmasabb swinger party, amit az utóbbi 60 évben rendeztek. Szóval... Na, erről is érdekes lenne beszélni egy kicsit, hogy mitől unalmas az orgia, mert hogy tényleg az. Abszolút nem fényképezi az egészet izgalmas módon Kubrick. Hát de nem az csak lenne a probléma? Mármint, bocsánat, tehát ebben a filmben nem akkor siklana ki ez a film, hogyha ott egy ilyen végtelenül erotikusan felizgató
orgia jelenetet néznénk 20 percen keresztül? Nem, nem, nem a, azzal van probléma, hogy nem izgat fel arra, ott vannak a pornófilmekért, de nézze ehet az, de nem az a problémája ennek, hanem az, hogy azt a romlást, amit sugároznia kellene, azt, hogy ez valóban átlép bizonyos határokat, hogy itt valóban titkos, rossz dolgok történnek, egyáltalán nem hozza ki, hanem újra csak egy 70 éves brit szerint, Garb szerint a világ. Tehát hogy egy 70 éves brit szerint mi az, ami nagy most jó megsokkolja az embereket, és az emberek ezen már régen nem sokkolódnak. És ahhoz, hogy transgresszív legyen valami, és ez a transgresszív akar lenni a film, de nincs ereje hozzá. Ott sokkal vadabb dolgokra kellett volna vadabb dolgokat kellett volna prezentálni ahhoz, hogy akármilyen hatás legyen. Igen, azzal egyébként egyetértek, hogy nem tudta transgresszív lenni ez a film, és azt is osztom, vagy azt is ott tudom osztani, hogy lehet, hogy valószínűleg az akar lenni. Én valószínűleg azért tudom mégiscsak élvezni, vagy mégiscsak azért tetszik az összkép, mert hogy szerintem azért ez inkább egy ilyen kis ilyen, nem is tudom, ilyen wink-wink, nudge-nudge a Kubrick részéről, mint hogy ő most sokkolni akarjon. Tehát inkább egy ilyen... Nem, bocsáss meg, újra csak ott semmi irónia nincs ebben a filmben. Ez a film teljesen komolyan veszi magát, attól függetlenül, hogy a King, hogy a Cruise mit szarakodik. Nem látok iróniát benne, és ez a probléma tele van a film. Nekem pont azért tetszik, mert hogy... Egész Cruise karakterét ironikusan ábrázolja. Na most azon túl, most azon lépjél túl, hogy szerencsétlenkedik benne. Mi az, ami még ironikus azon kívül? Hát hogyha figyelj, hogyha abból indulsz ki, hogy Tom Cruise karakterét ironikusan ábrázolja, akkor miért ne lehetne ezt extrapolálni magára az orgia jelenetre? De ne extrapoláljunk, hanem konkrétokba beszéljünk, konkrétumokat mondjunk. Szerintem az egész orgia jelenet attól ilyen tárgyilagos, meg attól ilyen visszafogott, hogy ezzel azt sugallja Kubrick, hogy ez a felső osztály, az az elit, amelyik ilyen orgiákon éli ki a vágyait, pont attól full képmutató meg gagyi, hogy ez az egész szexorgia valójában abszolút semennyire se transgresszív. Tehát ilyen hülye velencei maszkokat viselnek, meg előadják magukat, ez egy cosplay valójában, ezt magyarázza ezzel a Kubrick. Ez benne van, ezt elismerem. Csak semmi nem mutat arra, hogy a Kubrick ez kikacsintana, vagy valami ilyesminen. Tehát ő, nem érzem azt, egyáltalán ő ezt komolyan gondolja, tudod? Nem érzem azt, hogy ott viccelne. Semmi nem utal arra, meg az addigi filmei sem utalnak arra. Tehát nem, a 70 éves Kubrickot nem kacsingat sem erre szerintem. De mondom, ez nem hiszem, hogy ezen túl fogunk jutni, tehát itt nem, teljes, persze. Teljes ellentéte van a... Különbözőképpen látjuk, igen. Mondom, nekem azért működik a film, mert én egyszer érzem azt, hogy ez egy nagyon magát végtelenül komolyan vevő film, ami ugyanakkor teljesen abszurd. És megértem, hogyha ezt nem látod benne azt az aspektusát. Én majdnem mindegyik jelenetből tudnék olyan elemet mondani, ami számomra tökéletesen abszurd, és szándékosan pontosan, abszurd. Csak annyit, hogy pontosan abból áll az én szememben a film bukása, hogy ott van például a Kidmannek a vallomás jelenetei. Hogyha ha úgy olsz hozzá, hogy ez egy vicc, akkor valóban nevethetsz rajta, és akkor ezt föl tudod magadban akár dolgozni, hogy tényleg, ezt nem gondolhatja senki komolyan ezeket a nagy melodramatikus marhaságokat. De viszont semmit nem lát, bár így lenne, érted? Bár tudnám azt érezni, hogy a Kubrick ott kikacsint, hogy ezt ironikusan kell felfogni. Semmi ilyet nem érzek sajnos. Ő egy olyan ember, aki az élete nagy részét bár a felső középosztály és a felsőbb osztályok között töltötte, soha nem tartozott igazán közéjük. De próbál egyfajta látleletet venni, szexuális látleletet ezekről az emberekről, és jó lenne az, hogyha tényleg ezt ironikusan tenné, de nem érzem azt se, hogy ez irónia lenne egyáltalán. Egyszerűen csak ezekhez az emberekhez van hozzászokva. Én nagyon
lehet, hogy csak szeretném nagyon belelátni az iróniát, nem tudom. De Tom Cruise karakterének a szerencsétlenkedéseiből én ki tudok indulni, és merem azt mondani, hogy lehet azt így kicsit a film egészére tekintve nézni. Tehát a Cruise az ilyen a film során akárkivel találkozik, lehet, hogy tényleg van egyből valamiféle vonzalom, de valójában végig szerencsétlenkedi a filmet. Tehát senkivel nem fekszik le, soha senkinek a közeledését nem is igazán veszi észre. Például pont az Ellen Cummingos jelenet, az tele van ilyen kétértelmű szövegekkel, amikre csak így bárgyon bólogat a Cruise. Amikor meg ő maga próbálkozik és kezdeményez, általában az pénzért teszi, és abból se lesz semmi. És mindenhol megpróbálja magát előadni, hogy egy valaki, és így előveszi az igazolványát, mint egy rendőr, igen, hogy ő egy doktor, és ezzel így játssza az eszét, és az egész film gúnytűz abból, hogy ő hogy próbál törekedni, mert ő pont így a felső osztálytól egy icipicivel, egy küszöbben lejjebb van, és ahova beszeretne illeszkedni, oda csak így kaparva, foggal, körömmel tudja magát behúzni, de abszolút nem illik oda, rögtön kilóg a sorból ott is, és egyáltalán nem is illeszkedik, tehát nem, rögtön kinézik még a szexbólikból is, tehát azonnal látják még a maszkban is rajta, hogy nem odavaló. És az egész film így belőle űz gúnyt, és mondom, igazából ezen keresztül abból az osztályból, abból a felső osztályból is gúnytűz, ahova próbál így átsingózni a Cruise karaktere. Lehet, hogy nem nagyon explicit módon teszi, meg nem a legeffektívebben teszi, de és lehet, hogy ezt főleg azért látom bele, mert én szeretném ezt belelátni a filmbe, de én, nekem ez az interpretációm. Nem, ez ennek abszolút nincs problémám, tehát igen, ahogy már mondtam, nem tudom hányszor, igen, a Cruise-nak ez egy dekonstrukciója egy bizonyos férfi karakternek, és az tényleg ez működik. Ez az aspektus a filmnek, ami működik abszolút. Ami körülveszi, figyelj, engem az zavar, hogy egyrészt a két főszereplő messze nincs azon a szinten, hogy ezt hihetően elő tudja adni. Ez az egyik. És két tehetségesebb színész sokkal jobb lett volna ebben a szerepben. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy Kubrick tényleg próbál valami nagyon, újra csak ezt szót előhozom, transgresszív lenni, de már elment fölötte az idő. És pontosan emiatt a két dolog miatt, mint szatíra, nem áll össze a film. Ráadásul rohadt lassú, túlságosan lassú. Én aztán szeretem a lassú filmeket, de ez túl lassú. Aha. És éppen emiatt gyakran kimondottan unalmas. Szerintem is egyébként túl lassú. Tehát indokolatlanul lassúnak éreztem egy jelenetnek, ahogy mennyire hosszan vannak kitartva a snittek. Egyetértek ebben teljesen. Én is egyetértek abban, hogy ez elsősorban ennek a bizonyos férfi típusnak a nem is tudom, dekonstrukciója ez a film, és egyáltalán nem feltételezem, vagy nem szeretném belelátni azt, hogy most a házasság intézményéről akar itt mondani valamit a Kubrick. Nem akarnék ilyen messze menő következtetéseket levonni ebből egyáltalán. Hát én azért le tudok vonni ilyet, mert lehet, hogy nem a házasság mint olyanról, de egy házasságon keresztül azért szerintem mond valamit a párkapcsolatokról, vagy legalábbis nem tudom, annyira mond valamit, mint mondjuk a Phantom Szál, ami nekem nagyon sokszor eszembe jutott erről a filmről, és ugye Paul Thomas Anderson azért tudjuk, hogy ő nagy Kubrick fan volt mindig is. Nem tudom, hogy bármennyire is inspirálódott te a tágrozárt szemekből, de hogy a Phantom Szálban lévő kapcsolatnak a furcsasága, abszurditása helyenként, a filmnek a tónus kezelése nem vonható egy az egyben párhuzam a kettő között, de akár a végkicsengés tekintve is, ami ez a furcsa kompromisszum, ami aztán ki tudja, hogy mennyire egészséges, vagy mennyire egészségtelen, de hogy abban, amit egy nem tudom, házasságnak a tartóságáról, vagy a házasságon belüli dinamikákról, és annak a balanszáról, és a balansznak a kiegyenlítésének a furcsa, adott esetben, nem tudom, normáktól teljesen eltérő, vagy akár, nem tudom, toxikus, hogyha ezt a szót akarjuk használni, jellege,
hogy ez hogyan működhet, ez nem egy általánosító véleményt akar ezzel mondani arról, hogy hogyan működik a házasság, de hogy megmutatja, hogy hogyan működik egy házasság, aminek egy filmen keresztül mutatja be az összes létező gyengeségét, aknáját, azt, hogy ez a két ember, ez miben nem működik együtt, és aztán hogyan tud esetleg együtt működni, és aztán ránk bízza, hogy ez azt gondoljuk-e, hogy ez így oké-e, vagy azt gondoljuk róla, hogy na, megette a fene az egészet. András, ez, amit elmondtál, ez egy nagyon okos tézis, nagyon jól összefoglaltad, nagyon jól kifejtetted, ez a film nem annyira okos, hogy ez mind valóban benne legyen, tudod? Tehát értelek, az, amit elmondtál, az több, mint ami ebben a filmben van. Igen, lehet, hogy igazából van ebben Ferinek, most én is és emelem egyértelműen kijelenteni. Nem, pedig ezt mondom, azért én is bizonytalan lábakon állok ezzel. Elnézést egyébként, hogyha elragadott a hív, de egyszerűen feldűjtett ez a film. Ne viccelj, mi örülünk a határozott, markáns és jól kifejtett véleményeknek, függetlenül attól, hogy mit gondolunk a filmről, ez nagyon, sőt, kifejezetten jót tesz az adásnak. Én is nagyon hadilában állok egyébként a két alakítással kapcsolatban is. Aha. Tehát inkább Feri felé hajlok, hogy nem tartom szuper jónak ebben a filmben se Nicole Kidman, se Tom Cruise. Például amikor befűvezik Kidman, hát úgy viselkedik, mint aki még soha életében nem látott ember se, akiben van fűvezve. És az én teóriám, hogy azért ilyen furcsák mind a ketten, mert a Kubrick a szokásos módszerét használta, azaz kifárasztásra játszott, mindent felvetett 200-szor, és 200-adikra már annyira fáradt lesz a színész, hogy már biztos teljesen természetesen játszik. És sajnos ezek az emberek természetesen ellenesek eredendően, tehát Tom Cruise nincs olyan, hogy természetesen játszik, nem létező fogalom az esetében. Figyelj, az lehet, hogy visszafelésült el ezzel a kifárasztásos stratégia, mert ugye 3 nappal azután, hogy leadta a master kopiát, a végső vágást meghalt, tehát igen, lehet, hogy kicsit magát kellett volna kémennie. És a másik, hogy annyi intenciót azért látok benne, hogy ez a film cím, hogy tágra zárt szemek, itt tulajdonképpen alvajáró emberekről van szó, akik így egy képzeletbeli házasságban élnek, valójában érted még a szexuális kapcsolatai, úgy értem, az egymással való szexuális aktusaiban is más ezeket képzelnek, partnereket maguknak. Tehát így egy félig meddig egy ilyen álmodozó, akik így egy álomvilágot teremtenek maguknak, és abban van egy komfortjuk. Tehát végül is van egy ilyen alvajáró állapot a mind a két főszereplőnek, és ez végül is átjön az alakításban. Nem tudom, ez így szándékosan. De szerintem abszolút így van. Csak visszakanyarodva egy picit arra, amit korábban mondtam, hogy King Cruise szabadulni akar igazából az életéből. Ezt annak az indította bennálam, hogy ugye találkozik ezzel az egykori egyetemista évfolyamtársával, aki igen, ma zongorista, és nem, ugye ő egy jómódú doktor, nem lealacsony, nem úgy beszél vele, mintha az alacsonyabb rendű lenne vele szemben, hanem kimondottan úgy beszél vele, mint aki irigyli, igazából a szemében ott van, irigyli a zongorista élet is. Ebből indult ki bennem ez az egész teljesen jogos tézis, hogy míg Cruz a középosztályból, illetve annál jobb helyzetből akar szabadulni, és igen, ahogy elmondta Péter, valóban arról is szól a film, hogy a legfelsőbb osztály nem engedi, tehát gatekeeping van, nem engedi be maga közé. Szóval amíg ebből a létből akar szabadulni, addig Kidman meg a házasságból akar szabadulni, és ezért szerintem annyira perverz az utolsó jelenet, hogy egyfajta rossz kompromisszum születik. Az, hogy véget vetnének ennek az egésznek, az egészet levezetik arra, hogy csak a dugás megmenti őket, a keférés fogja megmenteni őket, ugye az utolsó szó az, hogy fuck a filmben. És ez nem egy egészséges dolog igazából. Nem lehet, csak arra, nyilván ez nagyon szükséges, de csak arra nem lehet egy életet, egy kapcsolatot építeni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy
Jó, elfelejtettem, mit akartam mondani. Jó, szóval ennyi egyelőre. Nekem nagyon érdekes a film vége, az így szerintem se annyira csattanós. Tehát ez a befejezés, ez kicsit azokra a beszélgetésekre emlékeztet. Biztos mindannyiatornak volt már ilyen berész, amikor így valakit a háta mögött egy baráti körkébeszélés, kb. Az a konklúzió, hogy ráférne egy jó dugás. Hát nagyjából ezzel a hát kb. Egy, igen, ez a komplexitása a dolognak. Igen. Azért, ezért ez egy túlzott erős leegyszerűsítésnek érzem. Azt hiszem, az utolsó jelensorban nagyon érdekes dolgok hangoznak el. Nem vagyok teljesen meggyőződve róla, hogy az előtte lévő film az kellően megalapozza, vagy alátámasztja a konklúziót, amit az utolsó jelenet hoz. Tehát ezt teljes mértékben alá tudnám írni. De hogy ezzel együtt, ami ott elhangzik, az azért szerintem egy tök érdekes dolog az, hogy amit a Nicole Kidman mond, mielőtt a fakszó elhangzik, most itt nagyon erre fókuszáltunk rá a kis nagyítónkkal, de hogy előtte azért ott elhangzik az a gondolat, hogy az, hogy egyetlen éjszaka alatt mi történik egy házasságban, az nem feltétlenül kell, hogy meghatározza az egész házasságot, mondom, nem vagyok biztos benne, hogy az egész film az kellő alapot nyújt ahhoz, hogy ezt a konklúziót aztán, ennek a konklúziónak legyen bármiféle súlya, ez teljesen alá tudom írni, de hogy itt a kompromisszum részében azért az is erőteljesen, vagy ez is erőteljesen benne van, plusz az is, hogy amit nekem nagyon érdekes, hogy a Tom Cruise ebből mit hoz ki, miután a Nicole Kidman levezeti neki, hogy miért hajlandó úgymond megbocsátani, vagy miért mondja azt, hogy a Tom Cruise-nak ezek a fura félrelépési kísérletei, ezek kvázi hasonlóak, mint az ő, vagy ugyanarra tálcára rá tudja tenni, mint a saját képzelgéseit, hogy ezek után a Tom Cruise azt mondja le az egészből, hogy jó, akkor örökké együtt tudunk lenni ezek után. Tehát, hogy ismét belemenekül egy fantáziába, pont amiről az előbb beszéltünk, hogy ezek a szereplők egy full álomvilágban élnek, egy álomlogika szerint működik az egész film is, és hogy ebből a Tom Cruise egyszerűen nem hajlandó kilépni, még a végén sem, még akkor sem, amikor elvileg felnyílt a szeme, mert a Sydney Pollack is felnyitotta, meg a hullaházba talált halott nő is, tehát már tényleg mindennek fel kellett volna nyitni a szemét, és még mindig azt mondja, hogy akkor majd örökké fogunk élni, és rózsaszín lesz az életünk, és erre mondja a Nicole Kidman ezt a dolgot, és igen, lehet, hogy ez egy kicsit túl ilyen, nem tudom, profán, és nem is akkor túl profán, hanem ilyen túl ilyen kujon, vagy túlságosan leegyszerűsített, de azért összességében én többet láttam ebben az utolsó jelenetben. Itt figyelj, ott csak azért mondja a végén ezt, hogy fuck, mert látja azt, hogy ezzel a csávó ma máshogy nem jut zöldágra, tudod? De ki kell vezetni egy egyszerű dologra az egész kapcsolatukat, mert különben vége az egésznek, ami esetleg nem lenne rossz, tehát mind a kettőnek esetleg aztán, de hát a Cruise ezt nem látja be. Amit az előbb szerettem volna mondani, csak elfelejtettem, hogy olyan túlságos komplexitás belelátni ebbe a filmbe, vagy persze azért van benne, de azért nem tudok, tehát azért nem tudom én komolyan venni ezt a magát, nagyon komolyan vevő filmet, mert például ugye ez az egész karácsony metafora, ami végigvonul a filmen, meg nem is csak metafora, hogy minden egyes rohadt jelenetben ott egy gej karácsonyfa, ami borzalmasan ilyen színes bigyóként van feldíszítve, kivéve a jelenetben, a az orgia jelenetben. Ott az egész házban nincsen karácsonyfák. Az, hogy ez valamit mondani akar, az Hozier, az teljesen biztos. Esetleg azt, és hát a Kubrick cinizmusát ismerve, esetleg azt, hogy ami az orgián történik, az ott minden felesleges, furcsa nem is tudom, tehát az az, ami igaz, tudod? Az az, ami valós. És akkor már itt megint vagyunk ennél az álom dolognál, tudod, hogy mivel nem tudom elképzelni a Kubrickról, hogy a nagy rajongója lett volna a karácsonynak, ezért is az, ami valós, ahol nincs ott a karácsonyfa, ott, ahol le vannak csupaszítva a lényegükre a dolgok, az az orgia jelenet, ami újra csak nem, szóval sokkal erősebbnek, máshogy kellett volna ezt az egészet megcsinálni, de ettől függetlenül szerintem ez van mögötte.
Ja igen, hogy az az, ami valós, meg egyrészt az az, ami így kívül van ezen a megszokott téridőn is, tehát ezen az ilyen hétköznapi, igen, tényleg ilyen karácsonyi gicsen, meg orvosi irodán, vagy rendelőn, meg nem tudom, ilyen bénítóan unalmas estélyen, mint amit a Sydney Pollack szervez, hát ahol aztán az emeleten meg ott fekszik egy túladagolt prostituált, tehát hogy ezektől mind elvileg kívülálló az életen, ez az orgia, igen, hogy ez elvileg egyfajta nem transzcendens, de hogy valami túl az életen túli szituáció, és hogy ez az a hely, ahol amint belép a Dr. Bill, azonnal kiközösítik, és azt mondják, hogy nem, te ide nem jöhetsz be, és vissza kell térni a saját idézéles valóságába, ami meg fake. Aha, aha. Tudjátok, mit arra jutottam, hogy azért a film tele van ilyen kettőzésekkel, párhuzamváltható képekkel, és ahol játszódik ez az orgia jelenet, ott is minden ilyen óriási belmagasságú, tele van oszlopokkal, vörösek a posztok, vörösek a függönyök, minden, nagyon hasonló ahhoz a helyszínhez, ahol a legelején találkozunk a szereplőkkel a fogadáson, csak ugye az a fogadás, az tele van karácsonyi díszekkel, ez a nagy különbség a kettő közt, hogy az orgia helyszíne egyébként egy építészetileg hasonló helyszín, de le van csupaszítva, nincsenek ezek a hülye karácsonyi dekorációk. És hogy ez a kontraszt a kettő között, mind a kettőnek ugyanazok az elit a részvevői, ugyanaz az társadalmi elit a részvevői, de az egyik az a kiállítás, az a window dressing, tudjátok, amit kirakunk az ablakba. Kirakat, az ami az álca, a kirakat, köszönöm, és a valójában ez ami még bennünk van, valójában ez az orgia, az amit lecsupaszítunk ezektől a külsőségektől, mert ott nem kell megjátszani magunkat. És az úgy igaz, hogy maszkban vannak, de ugye mindig a masznak is van egy ilyen szerepe az anonimitásnak, hogy valójában anonim módon vagy igazán önmagad, úgyhogy lehet, hogy ez itt a lényege, ez teszi ezeket párhuzamba így építészetileg a Kubrick. Ja, igen, mondjad. Hát csak ilyen hasonló párhuzamosságokat akartam még kiemelni. Én is, úgyhogy akkor még emeljünk ki párat. Jó, oké. Hát ugye ott van a házas pár, vagy hát azt hiszem, hogy házasok. Nem házasok, hanem van egy szeretője az egyik nőnek, aki elveszíti a férjét. Igen. Ugye? És oda hívja az orvost, a doktor Bill-t, hogy ő az első, akinek telefonál, hogy meghalt a férje. Nem, az apja, az nem a férje, az apja. Az apja, aki, jó, meg kellett gondolsz, igen. Igazad van, köszönöm. De egyébként van egy férje is, igen, de az apja az, aki elhunyt. Igazad van, bocsánat. És akkor lényeg az, hogy ott van egy fazon, aki full úgy néz ki, mint a Tom Cruise, ugye? Igen. Igen, az a Thomas Gibson, aki ilyen... így a szegény ember Tom Cruise-a. Az a komédia sorozatban játszott, ugye? A Dharma and Greg-ben, meg Dharma a Criminal Minds-ban, és elvileg egy borzasztó ember. Wow. Igen. Mármint, a való életben, igen. Tehát, hogy figyelj, ott az a jelenet, arra emléksz, igen, amikor a nő bevallja a halott apja mellett ülve a Tom Cruise-nak, hogy igen, szerelmes belé, és az a jelenet is, értem, mit akart vele a Kubrick, de nem úgy van, nincs úgy eljátszva, hogy működjön, tudod? Se, értem. Nem rossz, nagyon rossz színésznő például, tehát nem működik a film. Esküszöm, hogy értem, hogy mi van mögött, mit akar a Kubrick, de nem áll össze. Aha. Igen, az alakításokkal én sem vagyok kibékülve. Itt is attól tartok, hogy a Kubrick ellen dolgozott a saját módszere, hogy kifárasztotta ezeket a színészeket, mert olyan enervált szegény nő, és egyébként működne, mert szatirikus akar lenni ott a hulla mellett szerelmet való, úgyhogy alig ismeri a Tom Cruise-t, és közben hát meg a valódi élettársa meg ugye full ugyanúgy néz ki, mert Tom Cruise, tehát ez egy abszolút egy ilyen hát meg várjál, hát azt hagyján, ez a Ringeren olvastam egy cikket, egy beszélgetést, az is ilyen évfordulós cikk volt, és így ott emelték ki ezt a jelenetet, és ott még erősebb ez a párhuzam az ő értelmezésükben, és szerintem teljesen helytálló, hogy ez a Marion, ez a nő, aki oda hívja a Tom Cruise-t, hogy ott pontosan úgy van neki szerelmet, mint ahogy a Nicole Kidman karaktere ábrándozik erről a tengerésztisztről, hogy így nem beszélt vele soha egy szót, se csak meglátta és szerelmes belé, és itt is elhangzik az, hogy a Marion semmit nem tud azéről, a Tom Cruise-nak a karakteréről, de full szerelmes belé, és hogy ezért is egy ilyen dupla tükrözés, hogy akkor a férje meg egyébként úgy néz ki, mint a Tom Cruise, mint ahogy a Nicole Kidmannek a férje, meg a Tom Cruise a filmben. Tehát, hogy itt abszolút azt hozza be a film, hogy
egy jelenettel azután, hogy a Nicole Kidman bevallott a Tom Cruise-nak, hogy ábrándozott egy ilyen tengerésztisztről, és így vannak ilyen nagyon erős szexuális vágyai, utána a Tom Cruise szembesül egy nővel, akinek vannak egy nagyon erős szexuális vágyai, és ennek a nőnek a tengerésztisztje az a Dr. Bill, az a Tom Cruise. Tehát, hogy ebben is egy tök jó párhuzam, és most a Feri megint elmondhatja, hogy oké, ez mind világos, de közben pocsék maga a jelenet, mert rosszul van eljátszva. Mondom, én teljesen megértem, hogy hiába tudjuk itt szarra elemezni a filmet, figyelj, hogyha valakinek hidel, a primer rétege nem működik. Én örülnék neki a legjobban, ha ez a film nálam működne, csak ilyen léptem nyomon olyan dolgok vannak benne, ami így teljesen... Igen. Akkor szerintem az lehetett volna egy nagyon jó, saját megítélésem szerint nagyon jó megoldás, hogyha az a nő, aki feláldozza magát úgymond a Cruise-ért az orgián, igen, azról soha nem tudjuk meg, hogy ki volt, hanem azok a nők, akikkel addig találkozott, akár civil életében, akár az utcát járva, tehát a prostituált, ez a nő, aki szerelmet vallott neki, akár a Nicole Kidman, soha nem tudjuk meg, hogy ezek közül ki az, aki feláldozta magát érte. Nyilván értem, akkor a filmnek a második fele teljesen más lett volna. Persze. De szerintem az egy nagyon jó húzás lett volna, és ebben reménykedtem, hogy így lesz, de hát sajnos nem így lett. Ja igen, ezen egyébként az is között azért van egy ilyen álomszerű hatása ezeknek a jeleneteknek, a prostituáltal való találkozásának is, meg itt a Marionnal is. Egyszerűen annyira abszurd, hogy ez inkább az agyamnak egy ilyen védelmi mechanizmusa azt mondatja velem, hogy ez csak álom a fejében, a Tom Cruise karakternek a fejében, mert hogy így képzelek, hogy az egész jelenet úgy is kezdődik, hogy így megy az utcán, és így magába temetkezik, és mint hogyha externalizálva lennek az érzelmei egy csomószor a képi, a vizuális történetmesélésen keresztül. És van, mintha ezt akarnás ugalni a film, hogy ezek csak az ő fejében zajlanak le, és pont ettől, ahogyan elkezd konkrétabbá válni a cselekmény, és elkezd tényleg ilyen erotikus thrillerre emlékeztető fordulatokkal operálni, onnantól elveszik belőle ez sajnos, és ez így nem is válik a film javára szerintem. Beszélünk egy kicsit a technikai megvalósításáról, arról, hogy mondjuk ebben mint Kubrick, mint rendező az utolsó filmjében esetleg mennyire köszönnek vissza korábbi filmjeinek a megoldása, mert szerintem azért visszatér, most lehet, hogy nem tudom, ez nagyon egyértelmű, hogy steadicamezés, meg ilyesmi, meg egy kastélynak a folyosóin vonul végig a kamera, de hogy hogyan használja ebben a filmben ezeket az eszközöket, és az hogyan hat ránk. Bocsáss meg, csak teljesen, ez egy nagyon jó ötlet, igen, gyönyörűek a fártok, meg minden, csak az jutott eszembe, hogy ezt a filmet én úgy tudom élvezni, ha úgy gondolok rá, hogy ez a koktélnek a folytatása. Tehát ez a csávó a koktél főszereplője, akinek összejött minden, érted, és csak elégedetlen a lassan belép a középkorba, és elégedetlen az életével. Nagyon jó. Mindegy, szóval csak ez ja, de szerintem is érdemes beszélni egy kicsit. Egyébként megint kezdhetjük onnan is, hogy a díszletek milyenek, mert hogy az szintén egy ilyen erőteljes dolog a Kubrick filmjeivel mindig, hogy mennyire alaposan kidolgozottak a helyszínek, ahol felveszi a filmjét, és amit mondtál a karácsonyi fákról, egyébként, ha nem mondod, nem tűnik fel, de utólagosan tényleg minden egyes jelenetben van, tényleg benne van egy karácsonyi fa, vagy legalább karácsonyi fa égők, meg ilyen girlandok, meg nem tudom. Jaj, bocsánat, úristen, mielőtt belemennék a technikai részbe, beszéljünk egy picit a Rade Serbedziáról és a Lili Sobieskiről. Igen. What the flying fuck was that? Szóval az ott lehet, hogy szatíra akart lenni, de az hát, meg igen. Megint nem működik. Szóval itt minden poén igyekez, vicceskedési igyekezet szerintem hallába dől ebbe a filmbe. Hát ez szerintem egyébként... Furcsa. Én azt mondom, hogy azért is tudok... Péter mögé állni, amikor mindenáron össze akarja hasonlítani jóval korábbi Kubrick filmekkel az a tágrazett szemeket, mert hogy a Kubrick rendezett egy Lolitát, és ez meg egy az egyben egy Lolita betét a filmen belül. És én egyébként pont nem láttam a Kubrick Lolitát, és annyira nem is vagyok kíváncsi rá,
de hogy esetleg azokat is érdemes lehet összehasonlítani, hogy akkor mi, hogyan kezdi le egy hasonló témát Kubrick és ebben a filmben, de ezt nem tudom. Az a baj, hogy megint nekem egy kicsit a vénembernek a izéje jön be, tehát feltételezek róla a distanciatartás, hogy tényleg szatirának akarja azt a jeleneteket eladni, meg gondolom a hangvétel a jeleneteknek tényleg erre utal, de egyébként, hogy szatirikus, hiszen a végére a Radeserbenciát hozza ki pimpként, meg elítélő karakterként. Tehát pontosan ebből látszik, hogy szatira, hogy ott még úgy csinál, mint hogyha kiborulna attól, hogy a lánya idehoz idősebb embereket, aztán később ő magárosítja ki a lánya testét. Tehát ez egyértelműen szatírat akar lenni, de teljesen egyértelműen a Ferivel abban, hogy nem sikeres a tonális kontrollja ez ennek a jeleneteknek. Tehát a text szintjén, a scriptben, ami le van írva, az egyértelműen szatirikus, de valahogyan tonálisan ezt nem sikerül átadni a Kubricknek. A rendezés és a fényképezés sem segít ebben szerintem. Tehát ahogy kinéz a film, az nem segíti azt, hogy ezek a szatirikus motivumok életre keljenek szerintem. Figyelj, szerintem kimondottan ronda a film, rondán néz ki, de ebben gondolom nem fogtok velem egyet érteni, igen, de ez a rondaság, ez direkt. Tehát igen, az, hogy ez a gay karácsonyfák mindenhol, az, hogy a New York-i csúva mindenhol, abban a pillanatban, hogy kilépnek a saját kis mikrokozmoszukból, tehát a gyönyörű lakásaikból, meg minden. Nyilván ez akarva van így csinálva, tehát direkt van így csinálva. Ettől függetlenül a képvilág nem segít a poénokon, ha egyáltalán azok akartak lenni. Na mindegy, ennyit akartam mondani. Egyetértek, igen. És ez azért megdöbbentő, mert hogy az évszázad egyik legjobb szatíráját rendezte a Kubrick. Ja, igen. Strange Love, igen. Mit nem azt akartad mondani? De igen, és így, csak még mindig processzálom ezt a dolgot. Hát figyelj, mi történt? Peter Sellers nincs ebbe a filmbe, tehát nincs aki. Peter Sellers nélkül egy straight színész aki nem egyértelműen komikusnak kell valaminek lennie ahhoz, hogy egy szatira működjön. Tehát kell, hogy legyen egy egyértelműen komikus magja. És ott a Sellers az, aki a hihetetlen borzalmak között három különböző figurát játszik el, de úgy, hogy szenzációsan és szétröhögöd magad. Itt semmilyen nincsen. Itt van két váza, akik közepesen jó színészek, és ezek végig próbálnak nagyon nagy alakításokat nyújtani. Tudod? És ez aknát tesz a szatíra alá. Igen. Hát figyelj, én is elfogadom egyébként. Én azt mondom, hogy itt azért az erőt és különbség, hogy a Strange Love az tényleg az egy törőmetszett, nagyon erős szatíra. Úgy nagyon erős szatíra, hogy ott az egy nagyon egyértelmű zsáner. Full blown. Így van. Ebben a filmben szerintem, és ugye ezt már sokszor lejátszottuk ezt a kört, hogy ez mennyire szándékos vagy sem, én szerintem itt a Kubrick egyszerre, ez egy tök érdekes kísérlet volt arra, hogy egy egyszer ilyen magát véresen komolyan vevő és ugyanakkor teljesen abszurd filmet megrendezett, ebben nyilván nem fogok egyetérteni, de hogy még hogyha ez kudarc is némely jelenetekben, vagy akár a legtöbb jelenetben, az, hogy ezt a komolyságot és ezt a teljes abszurditást összeházasítsa, nekem ez kísérletként ettől még tök érdekes marad, és ebből a szempontból szerintem azért más, mint a Strange Love, és nem feltétlenül lehet őket ilyen nagyon egy az egyben úgy összevetni, hogy na egyszer már csinált szatírát, és jól menne ki, itt meg nem ment jól neki, szerintem persze, ez azért persze. Más, mint Fél. Egy. Jó, okay. Nyilván ez a film, nyilván a 90%, az emberek 90%-ában nál nem kudarc, mert akik ezt a podcastet hallgatják, gondolom, azoknak is a 90%-a elküld engem a jó édes anyámba, mivel ez a véleményem. Tehát nem én ezt tisztában vagyok, és nem különösebben érdekel szokás szerint. De az IMDb-ben is 7,4 a 10-ből, tehát az emberek imádják ezt a filmet. Jól van, semmi probléma ezzel nincsen, csak engem sokként ért, hogy mennyire persze. Nem szerettem. Persze, persze.
Na jó, de beszéljünk egy picit tényleg még a Kubrick rendezéséről. Ettől független, hogy tonálisan nem érezzük teljesen sikeresnek, azért van miről beszélni. András, mondtad, hogy miket vettél észre, miket emelnél ki még? Ja, hát igazából nagyon nagy megfejtéseim nincsenek, csak egy-két olyan dolog, hogy tényleg nem tudom, még mindig nagyon jól tudja vezetni a kameráját ezeken a folyosókon. Tehát ahogy a Ragyogásnak az Overlook hotelját be tudta járni, ami egyébként szintén egy ilyen téren és időn kívül eső hely, ahol így történnek szimbolikus dolgok szereplőkkel, és ahol megszűnik a külvilág. Itt ugyanúgy az orgiának a helyszínét, ahogy körbejárja, ahogy ezeket a folyosókat végigveszi, vonultatja a szereplőkkel együtt, azt szerintem még mindig nagyon, nagyon hatásosan működik. Nekem azt tetszik, amit a Kubricktól már nagyon régóta megfigyeltünk, főleg nekem ez a Barry Lyndonban tűnt fel először egyébként, hogy mennyire szeret kizúmolni, és ezzel ilyen establishing shotot csinálni, vagy azt helyettesíteni egész pontosan. És tudod, arra gondolok, hogy mondjuk, amikor van egy jelenet, ami egy vágás után megérkezünk a Krúzék lakásába, akkor nem azzal kezdődik, hogy van egy, mit tudom, egy külső felvétel a házról, vagy akármi, hanem egyből azzal kezdünk, hogy egy nagyon közeli képet mutattak Nicole Kidman arcáról, és akkor elkezdik kizúmolni a kamerát, és mi közben jövünk rá, hogy Nicole Kidman otthon van, sőt, ott ül mellette a férje, és így apránként adagolódik ezáltal az információ, hogy kizúmol. Tehát nekem nagyon tetszik ez a megoldás. A kizúmolása is gyönyörűek, és ugye Spielberg átvette ezt tőle, és egy kicsit alakította a saját ízlése szerint a rázumolást a premier plánra. Tehát van ez a Spielberg shot, amikor valami sokkoló történik, és így gyorsan rázumolnak a színész arcára. Na most a Kubrick ugyanezt csinálja, csak sokkal lassabban, meg a Spielberg előtt csinálta már, sokkal lassabban, és mivel ilyen lassú, és a színész szinte belenéz a kamerába, sokkal szuggesztívebb, és már-már horrorisztikus néha, ahogy ezt csinálja. Teljesen egyetértek, nagyon horrorisztikus tud lenni. Egyébként, aki a leginkább követi ebben, az a Yorgos Lanthimos, akinél effektíve horrorért ér el azzal, hogy kizúmol néha. És itt is egyébként az a szerepe szerintem, amikor én megfigyeltem legalábbis, hogy elbizonytalanítsa a nézőt, hogy ahol vagyunk, ahova megérkezünk egy jelenetbe, általában ez egy ilyen egy erősebb vágás, egy ilyen nem feltétlen mecskát, hanem egy ilyen nagyon váratlan vágással, hogy elkezd kizúmolni, és akkor szépen jöjj rá, hogy legyen bizonytalanság benned, hogy vajonos a Nicole Kidman az otthon van, vajon a férje most még éppen meccsolja valahol, és egyedül szomorkodik, vagy talán már ő is éppen azon gondolkodik, hogy meccsolja, és egy szépen lassan derül ki számodra, hogy mi a kontextus a jelenetnek, és ezt egy tök érdekes megoldásnak tartom. Miről akarunk még Kubrick rendezésével kapcsolatban beszélni? Ezért menet közben sok mindent érintettünk. Nekem tényleg egy-egy ilyen apróság jut még csak eszembe, ami egyébként nálam megint azt húzza alá, hogy a filmnek igenis van humora, és nem csak, nem a filmen röhögök, hanem a filmmel együtt, hogy rögtön a nyitó jelenetben, amikor már nem emlékszem, hogy melyik klasszikus zenei darab szól de valamelyik nagyon komoly, nagyon súlyos, ahogy az a Kubricknál szokott lenni, mint a Barry Lyndonban is, tehát hogy itt tényleg a klasszikus zenével megalapozza, hogy ez most egy ilyen nagy, komoly, presztízsű film lesz, és aztán egyszer csak a Tom Cruise így ezért leveszi a lemezjátszóról a tűt, és így elhallgat a zene, és ez így annyira egy ilyen zavarba egy ilyen fura és komikus pillanat. Nekem baromira tetszik. A legelső jelenet gyönyörű. Annak alapján mondtam magamnak, ez nagyon jó film lesz. Az, hogy ahogyan viselkednek egymással azokban az első jelenetben. Ami történik az első jelenetben, és ahogy a Cruise pontosan ezt csinálja, hogy azt hiszed, hogy ez egy aláfestő zene, az közben azt a rádióból jön a zene, és lekapcsolja. Igen. Egy csomó, rengeteg kicsi ötlet van az első jelenetben, ami nagyon-nagyon tetszett, és mondom, ez egy faszú film lesz. Tévedtem. A színek használata is egy baromi erős dolog a Kubricknál, hogy nagyon egyértelműen van egy palettája a filmjeinek, itt ugye vörös és a kék, amik így vissza-vissza köszönnek, és mindegyik egy-egy lelki állapotnak a reprezentálása, én szerintem. Ugye a kék az akkor tűnt fel, amikor az első konfliktusa van a házaspárnak, és akkor Nicole Kidman, amikor érvel, és érvben éppen fölül kerekedik az érvelésben a Tom Cruise-on, akkor mindig beáll vagy a fürdőszobajtajába, vagy a lakásnak az ablakába, és áramlik be mögötte a kék fény. Úgyhogy a kék fény az mindig
a családnak, a házastársnak, a házasságnak, az otthonnak a fénye, vagy a színe igazából, és a vörös meg a pont a megcsaláshoz kapcsolódó szín, hiszen az orgia helyszíne is ömlik benne a vörös szín, meg általában véve is azokhoz a játékhez kapcsolódik, amikor a Cruise éppen elcsábulni próbál, és akkor tök jó megvan az ajánlat, amikor sétál az utcán, leszegett fejjel a Tom Cruise, éppen azt hiszem, hogy talán pont ettől a Marion-tól, ettől a nőtől távozik, aki szerelmet vallott neki, vagy oda tart, nem tudom mert, és akkor ez az nem sokkal azután, hogy megkapta a feleségétől azt az információt, hogy ő már álmodozott más férfiról is, és akkor sétál az utcán a Cruise, szemből látjuk, hogy távolodni, vagy ezért a kamera hátrál, és a Cruise meg a kamera felé sétál, és így megy el a üzlet sornak a kirakatai mellett, és akkor az egyik boltnak kék a fénye, a másiknak vörös. Aztán megint kék, aztán megint vörös. És ez a lelki viaskodást így externalizálja Kubrick ezekkel a színekkel. A Michael Mann is ugyanezt csinálja, ez a színkódok, neki is vannak én saját színkódjai. Uh-huh. Abban nem egészen értek egyet, hogy a kék az a családnak a színe lenne, aha. hanem ugyanúgy, mint a Mannél, friction, tehát a probléma színe, amikor hazajön, van egy jelenet, amikor hazajön hajnalban a Cruise, és mindenki alszik, és teljesen aha. kék az egész, hideg kék az egész lakás. Benyit a lány a szobájában, igen, stilizált, nagyon stilizált az igen. egész vizualitásnak jelenetnek. Az ott aztán semmi kényelmesség, semmi otthon, hazajövés nincs abban. Inkább ez a konfliktus, jelenetben. valóban. Igen, igazad van. Teljesen igaz. Igen. Baromi erős a filmnek az, hogy nem csak a színekkel, hanem a fényekkel is bánik. Ez már Berlin donadásban is beszéltünk erről, de szerintem itt is nagyon alá lehet húzni azt, hogy mennyire hatásosan világítja be a jeleneteit, meg mennyire hatásosan használja azt, amikor így elönt egy-egy mondjuk belső helyszínt fénnyel, és hogy az így nem feltétlenül gyönyörű lesz tőle a kép, hanem ilyen helyenként már bántó. De hogy mikor tud olyan hatást elérni, hogy így elvesznénk a fényeiben. Szerintem ezekkel is folyamatosan játszik. Érdemes azért, hogy ha van olyan hallgatónk, aki régen látta a filmet, egy kicsit belepörgetni, és így megnézni mondjuk a Tom Cruise arcát, mikor bevilágítja, akkor mikor kékes a világítás, és mikor vörös. Szerintem ezeknek tényleg van jelentősége, és a Tom Cruise lelki állapotát próbálja ezeken keresztül magyarázni a Kubrick. Tök megfigyelhető. Hogyha egy rendezésről nincs más, én még egy másik témát uh-huh. felvetnék, apróságot csak. Okay. Egy 1999-es a film, tényleg a hollywoodi populáris filmek készítésének nagy éve, nagyon sokszor beszéltünk erről, meg mondtad is, hogy... Hát szél... még szép, Wild West is akkor készült, hát dehogy nem. Csúcsidőszak, öregem. A csúcs, nem a csúcs. Igen. A 1990-es évek legnagyobb science fiction klasszikusra meghatározó filmje a Wild Wild West. Igen. És na, ez az az év, amikor így a Hollywoodban minden erről a felső osztályról, meg a felső középosztálynak a szenvelgéséről szól, meg a szexuális impotenciáról, meg mindenki a szexel van elfoglalva, az, hogy nem kap elég szexet, meg hogy nem elég férfias. Fight Club, és az amerikai szépség, meg az amerikai pszichó. Ezek mind ide sorolhatóak szerintem. És ezért is érzem annyira a filmben ezt az áthallást azzal kapcsolatban, hogy a Tom Cruise egy ilyen igazi kak, egy ilyen... Igen. Kak of the walk. Kakas vagy fasz? Melyik a kettő között? Egyik se ez a U betűvel, ez a felszarvazott, igen. Hogy itt van ebben a felszarvazott, ilyen impotens, aszexuális létállapotban, plusz még itt van ez a nyomasztás is, hogy neki folyton bizonyítania kell a társadalmi státuszát. És ez ebben a 99-es, 2000-es év párosban tényleg rengeteg film szólt erről. Igen. Hát ez is egyfajta útkeresés a millennium előtt, amikor mindent
mindenki azt hitt, hogy vége lesz a világnak. Tehát a nyugati kultúrában a férfinak a legfontosabb a férfi. Tehát az, hogy ő vele mi lesz, az az első sorban, hogy a legfontosabb dolog. Úgyhogy szóljon minden erről. Ja, igen. És picit ehhez kapcsolódik az is, hogy beszéltünk ugyan már enyhén a filmnek a társadalmi osztályokról szóló kommentáriról, vagy rétegéről. Szerintem azért de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy én sok rétegűnek érzem ezt a filmet, csak nem feltétlenül mindent olyan effektíven vagy jól csinál a Kubrick. De azért itt igenis beszél és kritizálja a felső társadalmi osztályokat. Például az is egy tök jó kis apróság, hogy ez a Nick, aki a Tom Cruise-nak a volt egyetemi haverja, aki kibokott a doktoriról, ez ugye elmegy bárzenésznek, és mondtátok már, hogy tök érdekes az, hogyan így irigykedik rá Tom Cruise. Szóval az is marha érdekes, hogy ő zenél ezeken a titkos bulikon, és ezért nem egy ilyen akárki jött ment az, aki ott zenél, hanem olyas valaki, aki azért majdnem felső osztályban tartozik, majdnem oda tartozhatna, hogyha doktor lett volna. Tehát, hogy olyas valaki, akit azért úgy beengedünk magunk közé, mert majdnem közénk való, de azért úgy engedjük be, hogy ő neki el kell takarni a szemét. Ő az egyedüli, akinek a szeme nem látszik, mindenki másnak meg ugye csak a szeme látszik. Úgyhogy ez a felső osztálynak, ez a kirekesztő, amit mondtál te is, ez a gatekeeper, ez nagyon benne van. Persze, hát ő nem jutott volna be a legfelsőbb osztályba, mert hát ő ugyanaz, ugyanaz mint a Tom Cruise, akit eltaszítanak maguktól. Hát ez Magyarországon is így van. Az egyik legnagyobb társadalmi probléma a mai napig a gatekeeping, tudod? Az, hogy szakmákba vagy társadalmi osztályokba nincs átjárás, tehát és nincs bejutás. Hát ez sajnos az így van. Igen. Lehet akármilyen gazdag, egy bizonyos helyekre még a pénz sem juttat el. Tehát, hát igen, és ezzel kapcsolatban meg az alacsonyabb rétegeknek a kihasználása, anyagi kihasználása is egy tök fontos aspektus ennek a filmnek is. Tehát még a Tom Cruise is, itt tudom én hány száz dollárokat ajánl fel, hogy várja őt a taxi órákon keresztül, meg hogy beengedjék a bezárt boltba, mindig visszaél, úgymond az anyagi hatalmával. Hát meg az nagyon tetszett, széttépi mondjuk azt a 100 dollárost, és úgy adja oda a fejet, hogy majd akkor ragaszd össze, hogyha visszajöttem. Igen, az nagyon tetszett, amit mondták korábban, az, hogy állandóan, mint egy rendőr mutogatja az orvosi igazolványát, vagy nem tudom, egyszerűen csak az igazolványát. Ezzel is mutatva azt, hogy ő férfi, tudod? Tehát ő biztos lábbal áll a társadalomban. Nem egy ilyen kisfiú, egy ideges mosolya. Figyelj, újra mondom, komolyan sajnálom, hogy nekem nem tetszett ez a film. Az építőkockái nem illeszkednek számomra, meg komolyan sajnálom, mert szerettem volna, értem, hogy mit akar mondani, és szerettem volna szeretni. Én nagyrészt egyetértek az egyiket az, amit mondasz, mindezek mellett így elemzéssel érdemesnek tartom, meg Kubrick életművén belül próbálom nagyon tényleg elhelyezni, mert úgy gondolom, hogy lehet. És érdekesen találom azt az aspektusát, vagy azt az olvasatát is, hogy tényleg a Tom Cruise karrierben, a Tom Cruise személyiségében ez hol helyezkedik el, hogyan értelmezhető. És nagyon érdekes, hogy ez az az év, 1999, amikor volt még egy Tom Cruise film, az a Magnólia, Paul Thomas Andersonnak a Magnóliája, és hogy igazából talán ez az a két film Tom Cruise teljes karrierjében, ahol a leginkább én szerintem az ő imidzsét, azt így, az ő imidzsez így próbára tétetik, és ahol ő is a leginkább így game ebben, vagy a leginkább így hajlandó belemenni ebbe a játszmába. És ugye a Magnolia... Ezért is mondtam a Warren Beatty párhuzamot, mert ő is belement ebbe. Igen. És ugye a Magnóliában a már emlegetett Paul Thomas Anderson pont egy olyan szereppel kínálta meg, ahol aztán megint csak a karakter, a Mackie-nek a bemutatkozásánál a leg-Tom Cruise-osabb karakter, akit el lehet képzelni, sőt, még sokkal inkább, mint az Eyes Wide Shut-ban, tehát, hogy őt a legnagyobb, legkarizmatikusabb gurú, és az a film azt hozza ki belőle, hogy megmutatja mögötte az ilyen elesett, szeretetre ácsingózó, apakomplexusos kisgyereket. És így, nem tudom, érdekes belegondolni, hogy ezek közül melyik az, ami
inkább forgatókönyves, és melyik az, amiben inkább lehet valami igazság, és nem arra gondolok, hogy most Tom Cruise-t akarom pszichológizálni, hanem arra, hogy szóval, hogy emögött az ilyen bluster, emögött az ilyen hetvenkedő, kérkedő dolog mögött mi rejtőzhet, nem konkrétan a Tom Cruise-ba, hanem egy emberbe, és ugye itt a Magnolia azt állítja, hogy emögött egy elveszett kisfiú, az Eyes Wide Shut meg kb. Azt állítja, hogy semmi. Vagy hát nem tudom. És szerintem mind a kettő egy érdekes megfejtés erre a fajta. Szerintem a Cruise sosem lesz képes egy valóban őszinte alakításra. Egyébként én kedvelem a Cruise, kimondottan kedvelem, de még a Magnóliában sem, ami valószínűleg a legjobb alakítása, még az sem tud teljesen őszinte lenni. Igen. Ja, ez teljesen igaz. És egyetértek azzal is, hogy ennek ennyire lehet kedvelni, de valóban nem egy ilyen autentikus figura. Ja, ez érdekes vele kapcsolatban nagyon, az biztos. Szerintem, hogy jövőre még lesz alkalmunk 2022-ben rengeteget beszélni Tom Cruise-ról, meg két filmje is jön, úgyhogy András majd a Patreonunkon beézítjük a Cruise ágyút. Ajaj. A Cruise missile-t, igen. Jajajaj. Tényleg, mennyivel jó. Úgyhogy készüljetek erre is, kedves hallgatóink. Nem tudom, maradt-e még veletek bármi gondolat a tágra zárt szemekről? Szerintem nekem nagyon kevétszere mennem. Okay. Jó, akkor ideje búcsúzkodnunk. Rendben, akkor zárjuk rövidre ezt az adást. Köszönjük szépen egyrészt, Feri, hogy bevállaltál egy vakfoltot, és hát a vendégévadunk alatt volt már, aki hasonlóan befürdött azzal a filmmel, amit választott, úgyhogy köszönjük. Például, ki volt ez? Hát a legemlékezetesebb talán Nagy Szabolcs barátunk és vendégünk volt, aki a Tarkovszkinak az Andrei Rubljovlet választotta, és hát küzdöttünk vele közösen. Az kemény volt. Nem tetszett neki? Már elnézést, hogy így a podcast hát folyamán kérdezik. Viaskodott, igen. Pedig az egy jó film. Hát ilyen munkás volt, szerintem meg kellett vele dolgozni, de amúgy én is inkább pozitív, nálam is inkább pozitív felé hajlik el a dolog. Igen. Na minden esetre azért, igen, hát sajnos ez benne van mindig a pakliban. Igen. Viszont cserébe, ugye ezért lesz az, hogy jövő héten aztán nem lesz ilyen félelem, ott egy olyan filmről tudsz beszélni, amit őszintén és teljes szívvel tudsz szeretni. Úgyhogy áruld is el a hallgatóknak, hogy melyik filmmel, melyik kedvenceddel térsz vissza jövő héten, lezárva egyben a Vakfolt vendégévadot. Igen, megígérem, hogy ott nem megy el az agyam a következő adásban. Amiről beszélgetni fogunk, az én abszolút kedvenc filmem, a number one filmem, az a Kék Bársony, David Lynch rendezése. Nagyon jó lesz. Nagyon-nagyon várom már. úgyhogy ezzel búcsúzunk, és akkor téged akár el is tudunk most engedni gyorsan, hogyha el kell szaladnod, mi azért még gyorsan elhadarjuk a fontosabb ilyen. Nem, azt még megvárom. Jól van. Akkor kedves hallgatóink, ne felejtsétek el, hogy a Vakfolt podcastra fel tudtok iratkozni, a kedvenc appotokban, amivel podcastokat szoktatok hallgatni. YouTube-on is lehet, Spotify-on is lehet, Apple-on, Google-on, mindenhol. Aztán követheted bennünket a Twitteren és a Facebookon is. Sőt, a Facebookon csoportunk is van, amit Vakfolt Podcast társalgónak hívnak. Ezt üssétek be a keresőbe, így csatlakozhatok, mert szerintem tök jó kis közösségünk alakultott ki. És ha ez nem lenne elég, akkor ott van a patreon.com/vakfoltpodcast, ahol egy szűkebb ugyan, de hasonlóan eleven közösség alkotja támogatóinkat, még egyszer patreon.com/vakfoltpodcast, és nem csak azért érdemel csatlakozni, mert ilyen szuper előnyökkel jár, mint hogy hozzájuthatok például már ahhoz, hogy miről fog szólni a következő évadunk, hanem mert majdnem heti szinten jövünk ki újabb adásokkal, például amit már említettem, ilyen aktualitásokkal, amik majd kapcsolni fognak az új Mission Impossible-höz, vagy az új Top Gun-hoz jövőre. Idén pedig olyan filmekről fogunk valószínűleg beszélni a Patreonon, mint a Matrix 4, aztán még meglátjuk, hogy mi fognak jönni az Oscar szezon környéken, és akkor azokról is a Patreonon fogunk beszélni. Tehát harmadjára is, hogy biztos rögzüljön patreon.com/vakfoltpodcast, és akkor Feri, te is áruld el a hallgatóknak, hogy te cikkeidet hol lehet olvasni, téged hol lehet követni. Engem követni ne kövessen senki. A cikkeimet olvasni az epic.hu nevű websájton lehet, ahová többek közt András is ír. Kiváló szerzőink vannak. És hát jövő héten találkozunk. Így van, tanúsíthatom, hogy kiválók a szerzők, úgyhogy epic.hu, még egyszer ne felejtsétek el.
És András, téged még lehet valahol olvasni neten? Igen, az epic.hu mellett a Gains alsóvonás név alatt a Twitteren, illetve néha szoktam írni a filmtekercsre, illetve a Recordernek a print magazinjában, illetve aztán azok a cikkek később fölkerülnek online is. Péter, téged hol találhatnak meg a hallgatóink? Twitteren Freevo, 2L-vel, Letterboxdon Freevo, ugyancsak 2L-vel, Letterboxdot is érdemes nézegetni, mert leszoktuk logolni a filmeket, amiket megnézünk. És akkor ezzel búcsúzunk a mai epizódtól, jövő héten visszatérünk Bostri Ferivel és a kedvenc filmjével. Addig is sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!